Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 10 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Sziasztok. Feri, hello Anna. Hello. Jó reggelt. Jó reggelt kívánunk. Új zöld felső. Hát egy kis kisíjelés közben volt valami soperkedés. A nyaka van elől? A kaput mi a van elől? Nem. Ezt Viki. Azt hittük, hogy... Viktória szerezte nekem. Szeretett, ha bevásárol neked a feleséget. Jó ízlése van neki nagyon, igen. Cseli szokta találni a tiédet is, mert azt tudjuk, hogy neki jó. Jó. Igen? Jól csinálja. Jó, aranyosan, ügyesen. Értem, hogy jó hákhoz. Neked is lehetne már valami. Igen. Na most egyszer már legalább ne az ő szekrényéből öltöznék, nem? Most ez a szín neked be kell, hogy jöjjön. Ez de egy hát, ha most nézd meg. Szürke, zöld, nekem ez abszolút. Abszolút veled szólt. Teljesen rendben van. Ritkán szoktam zöldet hordani, vagy ilyen kekit. Az baj, ha én kapnék egy ilyet, akkor így és frissiben próbálnám meg fölvenni reggel, biztos, hogy elkésnék, mert nem tudnám, hogy melyik az eleje és melyik a hátulja. Most furá hordanád, igen. És ha beérnél, akkor mi viszont sírva röhögnénk. Igen, már óra 3 van, mindjárt jön a busz. Igen. Egy ilyen felsőben téged nehezen tudnának elképzelni, de nem. Egyszer kipróbáltad. Ott adja. Most? Átöltöztek? Akkor most, várja, odaadom ezt. Ez se rossz egyébként. Ez jó kis polát. Nagyon jó meleg. Fú, gyerekek, igen, ma nincs annyira hideg, mint nincs. Szokott. Ez a -1, ez egészen baráti. Majdnem nem értem be. Befagyott a garázskapum. Csak már nem mondok semmit a te garázskapumra. Befagyott, úgyhogy... Ne öntözitek valamivel? Hogy közben, nem, vagy nem, mitől fagyasztok? Nem, van előtte egy ilyen kis esőelnyelő. Aha. Az eső elnyelő az egy pici vékony csík a betonban, ami mind... Ha várárok, mondjuk így. Egy várárok, és leolvadt a hó tegnap a kocsimról, a garázsban, és valahogy elkezdett kifelé folyni, és a kinti része megfagyott, és egyszerűen befagyott a garázs. Tehát lefagy, valamiért, nem tudom. Az alsó rész odafagy a betonhoz. Annyira nem fűtött volt az egész telek. Tessék? Csalódnom kell, hogy nem fűtött az egész telek. A francba. Az autó feljáró. Igen, van még hova fejlődni. Csomó helyen az egyébként, de nem olyan meredek. Tehát nem olyan meredek. De befagyott, és nem tudtam kiállni. Nyomkodtam, lement, fölment, úgyhogy ha napokban esetleg ez megtörténik, akkor már tudjátok, hogy... Ne erőltest. Eljutottál, akkor meg a motor is leég. Tehát akkor meg a következő az. Az akkor leég a motor, oda, persze. Odafagy az ajtó, és utána leég a motor. És ez már dupla baj. Egy nagy sóval menjél ki mindig reggelenként. Megszorod az ajtó előtt, érted? Vársz egy picit, tik-tak, 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 tik, és már mehetsz is. És hogyha lángszóród is van, akkor meg még bejebb vagy, csak a házra vigyázz. Igen. Mert egy ilyen végighúzol egyet, és szabad vagy. Úgyhogy lementem 4 kézláb, és leheltem. Az is jó. Az is jó egyébként. El tudom képzelni. 4 kézláb, mászkáltam a garázsot. De miért nem dörgölted hozzá kis forró popsida? Megnéztem, hogy hol van a legjobban befagyva, és akkor gyorsan. Nem, egyébként nem tudom, hogy be volt-e fagyva, valami nem vitte fel az automatika. Tehát, hogy én a hidegre gyanakodtam, mert nálunk azért ott a hegyen, azért ott egy ilyen -8, -10 van már éjszaka, ilyenkor, mikor -1 van reggel, ott egy 2-3 fokkal hidegebb van. De aztán egyszer csak elindult fölfelé, úgyhogy nem tudom, názlim volt. Ja, végül kijutottál akkor. Persze, itt vagyok. Ja, jó, hát csak van taxi. Tényleg? Is. Szia! Te hogy az? Hát mi van veletek? Jó, vagytok? Azt hittem, hogy az asztráltest. Nem, neked eddig úgy jött le a sztori, hogy beragadt az ajtó, ja, tehát hívtál egy taxit, és bejöttél. Annyira pöcre van kiszámolva, hogy ülök az autóba és ideérek, aha, hogy az csak, hát nekem taxit kéne hívnom, körülbelül most lenne ott a taxi nálam. Egy ilyenkor egy taxirendelést úgy vesznek föl, hogy 30-35 perc oda ki. Aha. Tehát, hogy azért az, ott nem intek le minden sarkon egy taxi. Tehát oda ilyenkor 30 perc a taxi körülbelül. Az egy 3-7-es érkezés. Nem, én csak mondom előre, ha esetleg nem futok be valamikor, akkor Tiszta sor. Igen, mondjuk kb. Ennyi a havazásnak, mondjuk még ma is, meg holnap is mondanak egy kicsit, utána meg jön ez zónos esős, ilyen olvadásos ilyen történet, úgyhogy... De mi olvad? Hát nem tudom. Hát hol? Hol van hol? Déli van azért. Bécs, Békés, Csaba. Tényleg? Zalaegerszeg, ott egész komoly. Nyilván ebben benne van a műhó is, de azért most például Eprényben 50 centi, Mátra Szent Istvánon 50 centi, azt mondja, hogy Kékestetőn 50 centi, Sátorajújhely 50 centi, ezek a maxok. Még kevesebb is azért van. Úgyhogy akad azért az országba havacska. Fél méteres hol van Sátorajújhelyen? Nem jó. Ez fura. De tök jó, csak az, hogy itt semmi nincs, ott meg fél méteres, az hol? Műhavacska. Az mi az, hogy műhó? Az hát műhó, hát hogyha kovágyúznak. A híres sátorai, ja, most ezek sípályák? Nézem, persze, ja, azért mondom, mert mondom, az, hogy fél méteres hó van, vagy városban, hát azért azt nem, azért mondtam, hogy műhó, tehát ja, hogy ebben benne van a
az igazi is, meg a műhavacska is, amivel. Aha. Hát tulajdonképpen igen, más a szerkezete, de hasonló nagyon kívülről, ugyanúgy néz ki, csak magának a hószerkezetének más az alakja, ezért nehéz rajta síjelni. De Békés Csabán például egyetlen egy sípája sincsen, érthető okokból kifolyólag. Hát nem tudnánk magasról csúszni. Ha az ónos eső erre ráesik, és adott esetben ráfogy, az már nem alkalmas ugye a síjelésre. Nem szerencsés, igen, nem jó. De a hóágyúzott hó se az igazán jó, tehát ez is egy ilyen fél megoldás, mert kicsit ilyen porhó, vagy hát azok ilyen más ilyen vízcseppeket porlasztanak. Tehát nem olyan, a hónak a szerkezete ilyen gömbös, a víz kristály, ugye az meg tök más a szerkezet, és a léc más, hogy megy. Megakasztja a lécet. Lehet rajta, meg nincs ezzel baj, csak más, tehát az igazi hó a legjobb. Szegények ezek a magyar sípályák, hát nem, nincsen túl szerencséjük azért ezekkel az időkkel. Hát nem annyira, de aki akar, az most menjen. Ma meg holnap, meg utána, hogy ez az ónos eső ráesik, és ha úgy van, ahogy a Bali mondja, élünk a gyanúpar el, hogy úgy, akkor az valószínűleg 2-3 napig megint nem nagyon lehet, mert hogy nem nagyon lesznek komoly mínuszok. Már megint jön a plusz. Mm. Ennyi volt a tél ez a 2-3 nap? Én remélem, hogy nem, mert én nagyon örültem neki. Nagyon szerettem. Még mínusz 12. Ne, legyen most meleg, tök jó meleg, ez jó, én ezt bírom, és majd amikor február végén elutazom, akkor legyen nagyon hideg erre. Ez jó. Szimpatikus. Jó, legyen. Tehát, tényleg. Legyen az, mint tavaly. Legyen meg a komfortérzetet. Nehogy itt nekem bejön egy 20 fok, mert akkor elsírom magam, tehát abban nem akarok elmenni. Tehát legyen az, hogy most ilyen kis 10 fokocska, és ónos eső, köcitálás. Február végén meg jön egy ilyen 6 méteres hó, és mínusz 18. Jó. Mert abból úgy jó elmenni. Uh-huh. Az úgy, érted, egy plusz 20-ból már, hogy a Tibi decemberben nem volt Tájföldön, nem? Csit meg 20 fok volt, hát az nem jó. Mi az, hogy zöld kávé? Mert tehát az zöld kávé. Mint a zöld kávé. Tessék? Biztos, mert rosszul vannak beállítva a színek a igen. Plazmánkon. Valaki azt írja, hogy le kellett volna pisilnem a garázsajtót. Az egyébként gondoltam rá. Ez jó. Igen. Azt mondják, hogy sós is. Az meleg is. Igen, jön le a Viki, és látja, hogy ott pisilek a garázsba, azért az biztos meglepődött volna. Igen. Csinálod. Igen, hogy ennyire lent vagy már? De tényleg. Igen, hogy már ennyire minden. Ennyi sem szent. Vagy ez sem szent. És a gyerek majd ezt fogja nézni, az apja kint reggel. 5:30 kint brunyál a kertbe. Igen. Nincs nekünk elég vécénk. Közben pedig csak lehet, hogy le kell szilikonnal a gumit fújni az alját, és akkor nem ragad oda, vagy nem fagy oda a szilikon, az fagymentes? Nem fagy oda. Nem fagy oda. Az jó, az nagyon jó ötlet. Ellenáll a fagynak a szilikon? Hogyan gondolod, akkor hozok át. És ez ugyanolyan, mint a vazelin, az is jó? Mert az viszont van otthon. Hát az van, gyerekek. Ez is az is akad. De hogy hát a vazelin is végül is az nem fagy meg. Csúszik? Mert van fehér vazelin, meg sárga vazelin. Aha. A sárgát azt már dob ki. De Patikában mondták a múltkor, amikor vazelint kértem. Én csak fehéret szoktam. Fehéret vagy sárgát kértem? Igen, hogy fehéret vagy, mert van sárga vazelin. Nem kérdezted meg, mi a különbség? Hogy csak szín vagy összetétel? Elmondta, csak nem figyeltem. Valami volt, valamit mondott, hogy mi a sárga vazelin, meg a fehér vazelin. Semmiket az egyetlen használtam. Fehéret használtam nagyon sokáig. A 10 éves korom utolsó néhány évében rendszeresen használtam a Veszkó csizmámhoz. Ilyen 17 éves korom. Jobban belemenjen a lábad? Tessék? Persze, mert csak kicsit, volt egy olcsóbb, az kisebb volt, és volt egy drágább, az nagyobb volt, és pont jó, de inkább a kicsit választottam. És hogy kell, hogy a Veszkó csizma, hogy először belelépsz a vazelinbe, és utána a csizmába? Vagy ez ilyenkor hogy van? Hát is. Kívülről és belülről is. A legjobb az, hogy egy vödör vazelinbe belelépsz a csizmával együtt, és akkor így ráidomul a lábadra, és pont akkor lesz. Hogy ez király. Na minden esetre én azzal ápoltam a Veszkó csizmámat, és akkor előszeretettel így használgatom, mindig megtakarítottam, de ezt az egészet jól esikáltam, tehát pedig vékonyan rákentem. Annyira nem voltam profi, mint biztos emlékeztek rá a taxisofőrbe, ahogy Robert De Niro kezelte le a kis csizmáját, igen. Ilyen, mielőtt ilyen analhistává vált így külsőleg is, és hát én azt imádtam, azt jelenti, amikor meggyújtotta ugye azt a cipőboxot, vagy nem is tudom, hogy minek nevezték, azt a cipőápoló krémet meggyújtotta, és akkor rárakta a tetejét, elaludt, és akkor még forron kente fel rá, hát azt imádtam. Most Dr. Arnéről is volt egy kép Arnold Schwarzeneggerről, hogy mindent kiad a szolgáknak a ház körül, egy dolog van, a csizmáit a szőápolja, egy ekkora kohibával, amit alá kellett támasztani a másik végén, a rancson, és előtte pedig nem tudom hány száz pár ilyen csizma. Szerintem őrül egyébként neki, hogy most így ez a politikai pályafutása ugye véget ért, és újra tolhatja ezeket a videókat, meg újra mókászhat, tréfálhat, önök azért mindig
elég jó humora volt, meg szeretett így. Igen, pont ez a gondolkoztam, amikor néztem ezt a fotót, ezt Magyarországon megcsinált, hogy kiülsz a házad kertjébe, kiraksz 20 veskó csizmát, és azt mondod, hogy szeretett pucolni, meg akarnak ölni. Egy nagy képű ízé lesz. Egy nagy képű, ugye? Igen. Hogy pedig annyira hülyén gondolkodik a magyar. Tehát tudja mindenki, hogy ez a férfi szerepelt világsikerű filmekben, amiért megtetszenek lepődni, de pénzt kapott. Tovább megyek, sok pénzt. Nem, keveset. Igen, tehát kiül, és imádják a fotóját, és aláírják, hogy Arni, te vagy a király. Most itt ülj ki egy kertes házba, a teraszodra, ahogy ő kiült a kis kaliforniai villájának a kertjébe, egy brutális házzal a háta mögött, meg a nem tudom hány veszkocsizmával, hát még este felvonulnak a házadhoz, és valószínű, hogy meglincselnek, nem? És meg akarnak ölni, hogy miért csinálsz te ilyet? Hogy mered? Hogy mered ezt? Meg egyáltalán, hogy rohadjál meg, és hogy egyébként is a családod is rohadjon meg, és mindenki, aki ott van körülötted az utcában. Erre Arnival mi van? Elolvasod alatt a posztokat, ugye nem is tudom, az Instagram vagy a Twitterére rakta föl. Hello, imádó, ez a de király, jó, érted, szeretik, nem? Igen, imádják. És itt meg mi lenne? Is, hát. Itt meg mi lenne? Én csinálnék egy ilyen képet, hogy ülök a házam teraszára egy szivarral, és ott van a távcsövem, és nem, de azt pucolgatom, és másnak vizése lette meg távcsőre, nem? Érted? Igen. És egy normális pozitív hozzászólás nem jönne. És azért neked is ott van a étsztori, ahogy az Arninak is a hét Mr. Olympia. Igen. Mert mit, vakszolnám a léceimet, és lenne egy carving léc, mert mondjuk szeretek síelni, és van négy fajta lécem, és a léceimet nem engedem senkinek, mert készül, mint a szűzhóman. Hát szerinted mi lenne? Nem? Hogy ez miért van? Nem szeretnének annyira érteni. De miért? Tehát miért van az, hogy... Medélígyek vagyunk. Hogy az amerikaiak meg nem azt mondják, hogy most rohadjon meg az arra. Azért, mert Amerikában a sikeres ember az példakép, és mindenki olyan akar lenni. Igen. És itt nálunk mit? És hát Arnold azért ultra sikeres volt, tehát hogy ez az ember, aki ugye gyakorlatilag három különböző műfajban is maximálisan a csúcsra ért. Sportban film, hát filmművész. Jó. Legyen hát filmben a popkultúra része tulajdonképpen azért az ő filmjei is. És hát a politikai életben is. Úgyhogy a csávónak van mire nagyképűnek lenni. De hogy nem is az, tehát hogy ez nem egy nagyképű fotó alapjávéve. Csak menő. És csak a mentalitásban egy különbség érdekes, hogy itt meg ezt nem tudod megcsinálni. Itt szégyelned kell, takargatnod kell, ha beszélsz róla nagyképű vagy, ha azt mondtad, hogy és vettem egy autót, és hú gyerekek, 4 másodperc alatt van, százon megtett, akkor mindenki meg akar ölni, nem? Ja. Meg egyébként is rohadjál meg a családod is halljon ki, ugye? Tehát itt nem tudom, hogy ki az az ember, aki kitehetne egy olyan fotót, amit mondjuk mindannyian szeretnének. És nem biztos, hogy azért teszed ki, mert te most nagyképű vagy, hanem megosztod a barátaiddal. Igen, meg a követőid. Igen, vakszolom a lécem, vagy vakszolom a csizmáimat. Ott volt 600 veszkó csizmá, emlékszem a képre, igen, a kalapba ül a csávó. Jó is a kép. Ilyen függöny ott a házának az erkélyen, gyönyörű a ház, pici látszik belőle, de hát őrületesen szép. Nagyon a ház. Nagyon jó arc. És imádják. Van egy mondás, most nem tudom pontosan idézni, de a hallgatók már megírják, ami valamiről arról szól, hogy van egy üst, és a magyar ki akar belőle mászni, akkor biztos van 10 magyar az üstben még, aki vissza akarja őt húzni. Tudod? Ez így van. És ez úgy, tehát, hogy ez annyira jól jellemzően leírja ezt a dolgot. Igen. Amivel mi élünk, hogy nem is nagyon lehet jobbat mondani ennél. Most megint van valami felmérés, hogy utolsók lettünk az életminőségünk megítélésében, és ezért halunk meg korán. Egyébként itt van. A félelem öli meg a magyarok boldogságát, és ez pont erről szól, amiről most beszéltünk, hogy semminek nem tudsz örülni. Érted? Tehát nem tudsz, de se kicsinek, se nagynak, mások sikerének abszolút nem, de mondjuk annak se fogsz majd örülni, hogy majd kidugja a fejét az első hóvirág. És így ránéz, és azt mondja, az ide jó. Aha, itt hogy ez nincs meg. Hogy ez sincs meg. Aha, igen. Hogy ez sincs meg. És mindenki előttünk van megint Európában, mi vagyunk a sor végén. Hát tényleg így van, igen. Egyébként. Igen, pont ezen az Arni képen gondolkoztam, és mikor olvastam ott a kommenteket, hogy mennyi szeretetet kap a csávó. És gondoltam, hogy kipróbálom, kiülök. Kirakál valamit. De tudod, rábítom, hogy és nekem nincs saját oldalam, mert én nem nagyon facebookozok, még nem nagyon követem ezeket, mint a morningshow.hu-ra, csak így valami, még a Tibit is osztják, ha itt van benne nálunk, tehát a saját oldalunkon, meg nem tudom. Ha kicsit az emberi arcoskodik, és ebben meg aztán pláne semmi nincsen. Mondjuk szerdán délután, múlt héten ugye indultatok síelni, igen. Akkor csináltál volna egy ilyen vakszolós fotót, és azon ott van, igen. Egy 100 000 forintos léc, biztos lehet 100 000 lécet kapni, azt ott csiszolod. 3 léc, ott igen. Az autód, ülsz, és nagyon vakszolsz, indulunk Ausztriába. Igen. De miért 3? Ez egyik tartaléknak a feltörik? Nem, mert egyébként 2 lécem van. Nem, máshogy csinálsz az egyiken, meg máshogy a másikon, tehát 2 lécem van, de egyébként nem azért, mert egyszer vettem, hanem van egy régebbi lécem, meg most vettem egy újabbat. Te is más cipőt használsz a műfalon és a sziklán. Minden lécnek más. Nem?
Nem. Na, bocs. Nincs, nem egyformák a lécek, mert máshogy, tehát hogy más a rádiusza, úgymond. Tehát ezek ilyen piskót alakú lécek, ugye? És van, amelyiknek nagyobb a rádiusz, amely kisebb, jobban fordulsz vele, lassabban fordulsz vele, keményebb a léc, puhább a léc, tehát aki siel, az simán lehet, hogy elvisz egy két lécet. De hogy azért ez nem ördögtől való, ne nézzetek így még rám. Még nagyobb is most már kezdtek, is, most még már kezdtek ti is olyanok lenni. Igen, tehát nagyobb az eleje, meg nagyobb a vége, és van, amelyik 8 méteren fordul meg, van, amelyik 16 méteren fordul meg. És akkor attól függ, hogy milyen, hogy máshogy sielsz itt, máshogy sielsz ott. És most beraktam két lécet. Na, és egy ilyen autó előtti indulunk. Véged lett. Maradjál ott! Tehát az dupla, mert mész Ausztriába. Igen, igen, csak a lécémhez nem irány nyúlhat Salzburg. Senki. Megyünk Salzburg. Ott is maradhatsz. Igen, a lécémhez nem nyúlhat senki, azt csak én takarítom. Tudod, ugyanaz a duma, mint Arnitól. Hát szerintem még most is kapnám. Tehát valaki még most is fölriadna, hogy úristen, akkor írjunk még be neki. Na mindegy. Jó, közben egyébként nagyon helyes megoldások jönnek a garázskapura. Balázs, az a tuti megoldás, ha a garázskapu innenső végén állsz meg. Tökéletes. Menő. Nagyon szép meglátás. Nagyon jó. Nem állok be a garázsba, megállok előtt. Tök jó. Így van. Nyílik, nem nyílik. Nem nyílik, kit érdekel. Akkor csak a bejárati ajtón kell kijönni, azt pedig meg tudom mondani. Azt nem láttam még itt a megfejtések között, de én azt tanácsolnám, hogy parkolj kint. Igen. Itt van. Ott hát van. Itt van, hát ezt olvasom, igen. Parkolj. A garázskapu innenső végén állsz meg. Parkolj kint, tehát, és ponyva. Igen. Ja, és ponyva, igen. Na, aztán nézzünk még közlekedési éreket. Székesfehérváron szállinkózik a hó, ez szilikülte nekünk, vödör, forró víz, köszönöm, igen, az is szerintem eszembe se jutott, hogy nagyon jó megoldások vannak. VD40, az mindenre jó. A VD40 csodaszer. Hát nem tudom, fagyásra jó, de igen. Szerintem az még köhögésre is jó. Én mindenre azt használom. Fagyásra is jó. Fagyás ellen is jó. Fagyás is. Az ellen is jó. Minden reggel lefújja magát tetőtől talpig, hogy ne fagyjon meg. Én imádom gyakorlatilag mindent. Zárat lehet vele olajozni, lehet vele egy kis a koróziót letakarítani, fagyás ellen is. Tökéletes. Igen. Igen. Azt lehet egy ilyen SMS, és mit menőzöl itt a léce ide? Ja, igen. Köcsök. Azt én oda tettem volna. Mit menőzöl itt a léce ide? A smiley ilyen lejött, úgyhogy értékeljük a hozzászólást. Köszönjük szépen. Aztán nézzük még, mert van közlekedés. Ceglédnél a 4-esen lévő körforgalommal lévő dombtetén állt meg valaki, a forgalmat nem akadályozza, a rendőrök már a helyszínen vannak. Ez Süsű írta nekünk, köszönjük szépen. Salgótarjában kb. 5 cm hó, se takarítva, se sózva. Ezt Anna küldte nekünk. Szolnok magasságában intenzív havazás kezdődött, kezd megmaradni az úton, ez pedig Süsű üzente. Gyerekek, akkora baleset volt tegnap az M1-M7 kivezetőjén, nem szaladtatok bele, vagy nem jártatok arra? Nem, hál' Istennek. Fél 8 körül. Egy óra 10 percet sikerült ott állnom a dugóban. Valami hatan összecsokkoloztak. Nem értem, hogy hogy. Valami vízátfolyás volt. Vízátfolyás is volt, csötörés is volt, arra rámentek, az lefagyott, ott ketten összetörték magukat, úgyhogy ugye a bakcsomópontig szépen visszadugulta. Ja, és ott nem is tudsz hova lemenni aztán, ha már a kivezetőn vagy. Ha már a kivezetőn vagy ott nem. Igen. Én átmentem a benzinkútra, és akkor az egyesen próbáltam ott átsuhanni. A törött autókon át. Igen. Na jó van. Tegnap pakolgattam otthon a fényképeket, képzeljétek el. Már annyira nem izgalmas a dolog, nyilván számomra a legizgalmasabb, de hogy már annyi gyűlt össze, hogy egyszerűen kénytelen voltam így valamilyen szinten szelektálni, meg így a káoszban egy kis rendet csinálni. A gondolom és... is, hogy nyári várak, téri várak, tavaszi. Na így, ugye? Így van, igen, meg igen, ez nyári mászás, téri mászás, teremszitla, igen, illetve torták, sütemények, brownie, linzer. Ugyanott egy év múlva hó nélkül, ugyanott két év múlva esőben. Egyébként mondjuk akkor annyira nem jársz messze a valóságtól, Feri, mert hogy a hétvégén voltunk Várpalotán, megnéztük ismét a Várpalotai várat, ezúttal belülről is meg tüzetesebben, meg ott vannak változások, úgyhogy akiket esetleg érdekelnek, mondod csak Zsigmond korabeli freskók, akkor azok menjenek el Várpalotára. Hát. De nem is ez a lényeg, hanem hogy 7 évvel ezelőtt korábban voltunk ott, és csináltunk egy ugyanolyan pozícióba egy ugyanolyan képet, ugyanabban a felállásban, csak pár év elteltével, a lányomról, meg róla. A világ volt 3 vagy 4 éves, de jó. Hát, és amikor így az ember ránéz két képre, és gyakorlatilag ugyanarról a beállításról van szó, ugyanazon a helyszínen, és azt látod, hogy úristen, az egyik az majdnem ugyanaz, picit szarkalábasabb a szeme, meg kevesebb a haja, a másik meg ekkorából, induri-pinduriból ekkorává válik, hogy az valami hihetetlen élmény. És így tökre így tudnám mindenkinek tanácsolni, aki esetleg valami hasonlót csinál, hogy várjál, mert olyan kicsik vagy. Hogy fényképezzétek le magatokat, hogyha van kisgyerek.
De jó. Úgy ugyanott, és így évről évre egy marha érdekes, így egymás mellé pakolni a képeket. Mondjuk mi az évről évre, az most ebben az esetben nem annyira 7 évre, de hogy így, amikor így végignéz az ember ezeket a képeket, és így rádöbbensz, úristen, az idő múlására, hogy így hihetett. Mikor voltunk ott utoljára? 7 éve, Jézus. Az kemény, egyébként igen. De ez jó, ez az ugyanabban a pozitúrában, sokan csinálják, ez tetszik, én még nem csináltam, de ez jó. Hogy visszavész arra a helyre, és ugyanott, mit tudom, hogy 10 évvel, 5 évvel később ugyanazt a fotót megcsinálod. Igen. Most ez egy ilyen, ez a magasság kb. Egy olyan, mit tudom én, ilyen 2 méteren lehetett, akkor könnyebb volt azért fölrakni a virágot. Mit most? Igen, most a vállalra kellett állni, és fölálltam vele, és akkor úgy kucorodott fel, egy ilyen kis ablaknyílásról van szó, viszonylag magasan, és hát de basszus, így néztem így a két képet, és így. Igen, érdekes. De ez jó, ezt jó megcsinálni. Nagyon, igen. Nagyon, nagyon hangulatosak. Úgyhogy tényleg mindenkinek ajánlom, akinek kicsi gyereke van, hogy így fotozgassátok magatokat ugyanazokon a helyeken. Nagyon izgalmas, aztán így végignézegetni, meg hát sajnos az idő azt telik. Azt nem lehet megállítani. Igen. Ó, Isten! Eszik is valami édeset. Vettél valami cukrot, arra visszajön a jó kedved. Na jó, a játékkal ugye, hogy állunk, 1-0 ide, ugye? 1-0, tegnap ki is volt? Ildikó volt, ugye? Tegnap játszottam Ildikóval, nagyon készült, aztán nagyon hamar sikerült neki kimondani az igent. Ugye aranyos játékos volt, de nagyon helyes, nem játszott túlságosan jól, izgult egy kicsit, úgyhogy revansot lehet venni. Jó, egyenlíteni akár, vagy pedig ha lehetőségünk van rá, akkor elhúzunk 2-0-ra. Jó, játékra SMS-ben lehet jelentkezni, mi pedig jövünk a hírek után. 10 perc múlva, 7 óra, hello mindenkinek, M30-as, Miskolc felé tiszta, hó, külső sáv nagyjából rendben, gyúszik a üzente, valamint Budapesten a Kőbányai út, Pongrác út kereszteződésében villognak a lámpák. Ez a Mázsa téren van, Sinbohóc küldte nekünk. Pécstől Kaposvárig havazik, nedvesek, havasak az utak. Köszönjük szépen. Igen, Ausztria lécek, vax egy szóval, Csimbum cirkusz. Minek ez a Csimbum cirkusz, igen. Ja, Istenem, ma van a szülinapom, az lenne az igazi ajándék. Igen, ha megalázhatnának benneteket. Írja nekünk egy hallgató. Isten éltessen. Isten éltessen, sokáig így van. Boldog születésnapot. Na, 1-0 ide, ugye? Tegnap igen. Után 1-0, uh-huh, és a mai játékosunk pedig már itt is van. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló. Halló, jó reggelt, fiúk, sziasztok. Szia. Javajások. Hello, Pisti. Pisti, mi újság, honnán hívsz minket? Hát most éppen megálltam a parkolóban, mert megkértek, hogy ha lehet, akkor álljak félre. Úton vagyok éppen, úgyhogy... Anna kemény volt, gondolom, ugye? Mondta, semmi Csimbum cirkusz megállni. Nem volt Csimbum cirkusz. Nincs Csimbum cirkusz, helyes. Merre mész, Pistő, mit csinálsz? Megyek Szombathely-Zalaegerszeg. Egy ilyen kis kört Pest mellő indultam, és most Tatabánya után járok egy kicsivel. Az mennyi Szombathely-Zalaegerszeg? Hú, hát ezt most így időbe tudom megmondani. 3 óra 20 perc Szombathely, 1 óra onnan Zalaegerszeg, és egy 2-3 óra vissza Pest. Szép, ó, szép kis kör. Meg is van a napod. Igen, az egy szép kis kör. Mit szállítasz? Hát mindent a nagy áruházakba. Aha, tehát te terítesz. Igen, igen. Jól van. Hát egy áruházba megyek, tehát nem az, hogy többbe egybe, és akkor viszek, tele vagyok, ugye. Aha, aha. Jó, jól van. Kivel szeretnél játszani, kit szeretnél agyon verni? Jánost választanám, mert egy gonosz kis törpe hátra sikerül egy kicsit. Na, tényleg, na, most jó, már barátok is vagytok. Milyen kedves vagy, Pisti. Így korán reggel. Igen. Jó, oké. Na nézzük akkor, hogy mire mentek egymással, jó? Próbálkozzunk. Jó. Felkészültél, János? Persze. Gyűlik bennem a gonoszság. Illetve hát nem átudod, ez a kut, az nálam. Mindig benned van. Mindig itt van. Akár csak a törpeség. Csak keményen. Persze. Na, jó van. Oké, mehetünk? Mehetünk. Na, 3-2-1, és tessék. Pisti, készültél, szeretnél kérdezni? Kérdezz, csak nyugodtan. Minden nap megteszed ezt a távolságot? Hát természetesen másfelé is járunk. Merre fele? Dél-Magyarország, Kelet-Magyarország, Nyugat-Magyarország.
ahol ilyen üzletek. Mindig ilyen hosszú utakra mész? Általában. Vannak rövidebbek is? Vannak, természetesen. Szereted a munkádat? Hát, szeretem. Uh-huh. Régóta vagy már sofőr? Két éve. Két éve? Két éve, igen. Ott a vége! Szép volt, Jani! Szép volt, Jani! Ez a passzivitás jelző is villogott benne a stúdióban. Igen, arcoskodott, ennyi. Aztán jól elkaptad. Ügyes voltál, nem engedti, hogy visszakérdezzek. Mondjuk nem nagyon érezte a Jani, hogy akarsz kérdezni, ő azzal nyitott, nem akarom... akarsz kérdezni? Erre te mondtad, hogy kérdezzél te nyugodtan. Elgondoltam, elkezdi, és akkor utána majd én is vissza. Majd fordítasz. Aha. Hát, ha besikerül keverni, de... Nem. Hát ilyenek ezek a gonosz kis törpék. Ezek, igen. Ha odavernek, apám. Hát, bizonyára ez. Ez a gonosz kis törpe. Igen. Ez csak forszírozza. Pistikém, ne tedd már tönkre a mennyi. Nagy volt a rendület, nagy volt a száj, aztán nem sikerült ezt a dolgot behúzni. Köszönjük a játékot, csáó. Majd legközelebb, köszi, sziasztok. Hát, ha lesz legközelebb, persze. Csáó, hello. Csáó, hello. Ennyi. Ki kellett csinálni. Arcoskodott, hát szólogatott, te fogtad a grabancát, elkaptad. Menj. Jobban ébreszt, mint egy kávé. Itt nincsen cimbum cirkusz, érted? Nem, nincs. Nincs cimbum cirkusz, meg mindenféle ilyen kis arcoskodás, érted? Aki arcoskodik, az... Annak vége van. Ennyi. 2-0. Így tehát, így van, akkor jelen pillanatban 2-0-al megyünk, ugye? Ami jó, mert egyetlen egyet kell már csak behúzni. És 3 napunk van erre. Úgyhogy... Ezt most már meg tudjuk csinálni. Amíg holnap ki is engedünk, mi és csütörtökön is kiengedünk, akkor is mi pénteken beúszhatjuk. Nem fogunk. Nem, menjünk végig. Nem múlt hetet hoztuk? Nem, sajnos. Azt mondtátok, igen. Elbaltáztuk egy kicsit a végét, nagyon szépen hagytad itt az állást, azt hiszem 2-1 volt, és akkor is már csak egyet kellett volna behúzzuk, de ezt nem sikerült. Egy hirtelen fordulással, igen, átgázoltak rajtunk a múlt héten. És a hármas ugrás kérdéseket is át fogom írni. És köszönjétek ezt Pistinek. Mi ez a kresszváltozás, hogy vészvillogozni kell majd? Ez hogy? Hogy ezt sokan csinálják, de mi az, hogy automatikusan benne van már egy csomó autóban? Ezt mondta a kislány a hírekben? Igen, a kislány, Karolina, ő ilyen, és amikor ráfékezel, ez egyébként egy ilyen középkategóriás autó is tudja, tehát csodálkozom. Én gyerekek, én ezt egy autóban nem láttam. Hát még. De, az enyém is olyan, hogy megnyomod a féket. Hát nálad mindenféle zárlat van, azt villogott minden. Ja. De nem ebben, nem az zárlatosban, nem a szarban, hanem a családi autónkban. Nálad, érted, ég az egyik, átteszi a másik, villogattok, zörög, érted. Még egyszer mondom, tehát nem ebben van, amit... te nem szeretsz, hanem van egy családi autónk, és az olyan, hogyha mész például autópályán is vészfékezel, mert valami baj van, akkor automatikusan elkezdődik. Tényleg? Igen. Aha. Kutya fáján. Nem volt drága autó. Hol élek én a föld alatt? Milyen elektronikák ezek? Én erről életemben nem hallottam. Nehogy már, ilyetben nincs. Nincs. Hm. Vagy legalábbis ezt én még nem próbáltam ki. Hát de neked rátul ott van az a matrica, és hogy senki kedvéért nem fékezik. Ez is igaz. Elő pedig a vadrács. És akkor ez azt jelenti, hogy ezt minden autóba kötelezővé teszik, vagy nekem reflexzerűen nyomnom kell majd a vészvillogót, ha mondjuk, egyébként az egy jó dolog, szerintem, tehát ez nagyon sokat segít. Hát ha várjál, hogyha nem alapfelszerelés, akkor kötelezővé fogják nem, tenni. Azt nem tudják, hát, hogy nyilván nem. Nem, az, hogy neked meg kell nyomni. Tehát fékezel nagyot az autópályán, és reflexzerűen oda nyúlsz, és megnyomod. Én ezt mondjuk csinálom, azt hiszem, egy hasznos dolog. Tök jó, hogy látod. Ez abban a pillanatban, ahogy torlódás van előtted, ezt mindig az ember automatikusan jelez a mögötte levőnek, legalábbis autópályán, autóúton, igen. Igen, városban azért ritkábban. Tehát én városban igen. Nem megszerűen. Igen, Hungárián így. Igen. Végül de hogy ez kötelező lesz? Nyomkodni majd? De most azért azt eldönteni, hogy ez most vész vagy nem vész. Igen, azért mondom, ez egy szubjektív dolog. Tehát, hogy én látom, hogy kicsit előttem lefékez, de én úgy ítélem meg, hogy meg tudok állni, és akkor egyből rányomok a vészvillogóra. Hogy már nem figyeltem a kislányt, hogy mit mondod. De majd elolvasom akkor, hogy meghallgatjuk. Jó, 2 perc van pontosan 7 óra, jönnek újra a hírek, és aztán itt vagyunk is. 7 óra múlt pontosan 8 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, itt vagyunk. Hello Jani, hello Feri, hello. Hello mindenkinek, nincs... Jó reggelt! Hello, jaj, jó vagytok, jó van. Mi van, keresem, amit a zsebedben, vagy mit? Nem, csak morzsás lett, most végeztem a reggelimmel, és mindig kicsit morzsás az ölem, és nincs kitatjuk, akkor egy kicsi pegessi. De mitől lettél morzsás? Most csak joghurtot ettél, vagy volt valami? Nálam egy kis tönkölyös kockát egy fele. Nagyon helyes. Egy kis retekkel az a nadrágomról. Egy kis retkes tönkölyös kenyér, az nagyon rendben van. Na, nézzük, hogy mi a helyzet az utakon. 64-es Dombóvár és Kaposvár havas jégbordás.
A múlt heti hó sincs eltakarítva. Plusz most is esik. Csoki nyúl üzente. Szegeden a főutak jól járhatóak, gyengén havazik. Tudjátok, miért lesz vége pénteken a havazásnak? No. Mert 31-e hó vége. Jó. Ez jó. Vili küldte nekünk. Köszönjük szépen. Az M7-es Becsehelytől. Aha. Az M0-ásig jól járható, hómentes. Nagyon klassz kis hír, köszönjük szépen. És az M5 Szeged felé 80-as kilométerén egy róka ül az út szélén és figyeli a forgalmat. Nándi. A számláló biztos átöltözött. Igen, azt mondja, hogy ez nem valami modern traffic pax, bár ilyen műrókákat helyeznek. Mekkora az a róka? Igen, mekkora róka, írjatok. Mezőtúron belül kriminálisak az utak, és az M30-as Miskolc felé tiszta hó, külső sáv nagyjából rendben. Ezt Gyuszika üzente nekünk, köszönjük szépen. Azt mondja, Balázs, a kislány megmondta, hogy nem kell többet megnyomni, majd jelez magától, hogy nehogy hátulról beléhatoljanak, hogy beléthatoljanak. Igen, ez a vészfék asszisztens, írja valaki, ezt hívják úgy. Így van, és van a tiédben. Igen, megnéztem. Megnéztem, de mindenféleképpen próbált ki, mert jó lesz holnap reggel témának. Négyen rohantak a rádiós televíziós műsorvezető autójába. Telibe vernek hátulról a gyerekek, én ezt kipróbálom, én ezt nem tudtam. Jó, de ott van valami dűlő úton, tehát már ne itta. Nem, gondolom ehhez az kell nyilván, hogy az autó érezze, hogy fölgyorsultál mondjuk 120 fölé, és bizonyos ideig tartottad azt a sebességet. Tehát ezt nyilván ezt ő számolja, hogy meghatározott sebességgel mentél bizonyos időintervallumban, és ha mondjuk 2 percen keresztül mentél te 120 fölött, akkor ilyenkor kapcsol be. Azt tehát, hogyha a Hungárián felgyorsulok 100-ra, és megyek 2 másodpercet 100-on. És utána, befékezel, de akkor kell, is? Hát persze, kell, hogy jelezzem. Hát ezt megnézem. Egy új extra az autóban, amiről nem tudtam. Na hát. Nem is kértek érte pénzt. Ez jó. Hát, hogy ez benne volt, ahogy kértek? Majd kértek, csak nem hívták fel rá a különbe figyelmedet. Tételezve. Akkor ez nem alapfelszereltség? De a tiédben, de hát nyilván, ha valamiért kifizetsz egy összeget, abban benne van minden egyes dolog. Aha. Csak mi lesz azokkal, akinek ez nincs benne az autójában? Nagy kérdés. Hát ott az anyos ülésről majd a mama megfejeli a vészi dolgot. Manuális, igen, manuális intés. Jaj! Mama megmondta a késsebe magát, de nem, hogy legalább ráfigyelt a vészvillogóra. És akkor majd jön a zsernyák mögöttünk, és nézi, hogy kellő fékezésnél villogott-e a vészvillogónk. Aha. Hasznos. Nem, ez egy jó dolog. Én ezt tudom szeretni. Na, de várjál, hogy ha te vészfékezel, akkor mögötted a rendőrnek is majd vészfékeznie kell. És akkor ő mögötte ki fog menni, aki majd ellenőrzi, hogy ő vészfékezette a Kressznek megfelelően. Hát, egy másik rendőr vagy a rendőrt ellenőrző rendőr? A belső rendőr ellenőr, rendőr ellenőr? A sorzáró utolsó rendőr ellenőr? Nem, az úgy lesz, hogy majd te figyeled a tükörből. Hogyha rendőr jön mögötted, és ő meg akar téged állítani, hogy te vészvillogoztál le, akkor te visszatudsz azzal vágni, hogy na de, kedves uram, ön vészvillogozott-e, mert ugye azt a tükörből tudod látni, hiszen a vészvillogó nem csak hátul villog, hanem elől is villog. Érted? Tehát te figyeled a rendőrt, hogy ő használja a vészvillogót, mert ha nem, szabályos tettenérés. Ravasz, mi? Tehát nem tud úgy megbüntetni, hogy ő közben nem használta a vészvillogót. Hoppácska. Tehát csak az a rendőr tud majd büntetni, aki szintén vészvillogozott. Mm-hmm. Vagy pedig aki a leállósában figyel. De te leállósában meg nem látod ezt, hogy vészvillogozott-e. Ugye? Van itt gólya. Hát az van. Akad. Minket nem fognak meg. Gyerekek, ki lehet ez a tolvaj celeb engem? Ez érdekel, az egyik bulvárlap a címlapján hozza most ezt, hogy tévés híresség a rendőrség látó körében. Szorul a hurok az országos ismertségű nő körül. Aha, de volt egyszer a Mokkában vagy? Igen, körülbelül ilyesmi. Akit információink szerint hamarosan beidéznek a rendőrségre, a telefon után legutóbb élelmiszert lopott egy bevásárlóközpontban. Húha, van egy Winona Ryderünk? Van egy bakácszindrómás celebnőnk? Tényleg lehet, hogy így van. Ezt már az egyetemen így okítják, hogy bakásszindróma. Tényleg? Ugye, amikor ugye szegénykém, hát nem volt pénz, és ellopta a téli szanámit, szegényt ezért meg is hurcolták. Aha. Na de, hogy most van egy celeb nő, aki állítólagosan lop, de hát a celebek azért erre hát, nincsenek rászorulva. Hát ha nem öltözik nőnek, az visszaeső, ugye? Igen, ha nem éppen hosszú haja. Na várjál. De hát hogy van az, hogy már tudjuk, hogy ő ki, de nem kapjuk el? Tehát előbb tudjuk, hogy ki ő, mint hogy el tudjuk kapni lopásért. Ekkora tisztelet. Fordított a sor, vagy ekkora, vagy... Annyira vagy... nagy celep, hogy nem akar. Igen, el se hiszi senki, hogy ő az, aki elviszi a Mirelit zöld borsót. A telefonos lopás az bolti lopás volt? És az ugyanez volt? Igen, egy szatyor élelmiszert vett el a tulajdonosától a hazai híresség, aki nemrég egy értékes telefon eltűnése kapcsán került a rendőrség látókörébe. Aha. A zsaruk a biztonsági kamerák felvételeit is vizsgálják. Na?
De most oda ment valakihez, aki a bevásárlókocsival tolta a kajáját, és kivett belőle? Igen. Nem, elvette a szatyrot. Aha. Összefutott egy ismerősével, aki nagy bevásárlást tartott, a sztárhölgy átnyúlt az ismerőse kocsijába, és egyszerűen elvett onnan egy élelmiszereket teri szatyot, mondván erre neki nagyobb szüksége van, mert nincs mit enniük. Jó. Aha. Tehát amikor mondjuk én tolom ki a kosarat, te odajössz, azt mondod, éhes vagy, kiveszed a kis páros szatyromat, és elmész vele? Már a kasszán kívül. Tehát aha, nem ugye nem belül történt, mert azt még neked a kasszánál ki kell fizetni. És ez már nem is lopás, hanem rablás. Uh-huh. Igen, oda megyek hozzá, és akkor bocs, én flamos vagyok. Mi ez? Megint homát? Na jó, hagyj el. Igen. Aha. De ki lehet ő? Hát, kleptomániás? Vagy erre szüksége van? Úgy tűnik, hát, igen, úgy tűnik, hogy akkor rászorulóról van szó. Jó, de a mobiltelefon az nem rászorulás kérdése, tehát az első kör, mert ezt érted. Értve, ezt se érted, de erre van mentség. Éhes voltál, és nincs pénzed a családnak enni adni. Tehát elstandoltál az a zacskó kaját, az oké. Okay. De hogy a mobiltelefon az miért volt fontos? Hello, igen. Nem, itt valószínű tényleg ilyen Winona Ryder-es szindróma van, ugye? Tehát ő se azért lopott, mert kellett neki, hanem mert egyszerűen beteg volt. És ő többször elkapták, ugye? Igen, nagyon sokszor bíróság is volt emiatt, stb. Igen. Mostanában nem. Úgyhogy lehet, hogy kigyógyult belőle. Igen, ő valami 6000 dollár értékben lopott, és egyszer ollót is vitt magával, hogy le tudja vágni a cetlit, az árcetlit. Levágta a cetlit, magára vette a kabátot, és úgy próbált kisétálni náluk. Lehet, hogy nincs ez a mágneses kütyű. Nincs. Mert most így beblöföltem, mit tudom én. És ezt elfogadja a bíróság, hogy azt mondod, hogy neked ez betegséged, hogy kleptomán vagy? Hát azt tudnod kell igazolni. Aha, tehát kell. De hogy zajlik a vizsgálat? Leülsz egy pszichológus elé, és akkor vagy kleptomán, ha észrevétlenül ellopod a telefonját? Vagy és a vizsgálat végére semmi nincs a rendelőbe. Bizonyítsa be, hogy ön kleptomán. 6000 dollár azért az már lóvé. De tényleg én tudom azt mondani, hogy mondjuk én megbukom valahol, bemegyek a tetyóba, és mit tudom én, ellopok valamit. Híresség vagyok, elkapnak, és azt mondom, hogy ne haragudjanak, ellenállhatatlan vágyat éreztem, hogy ellopjam azt a pénzt. Tehát kleptomán vagyok, vagy erről van egy papírom? Szerintem ezt akkor hiszik el rólad, hogyha köztudod, hogy nem szorulsz rá. Akkor szerintem elhiszik. Mert aha, akkor ez miért lop. És a Winona sem szorult rá, ugye, és valószínűleg ezért volt hihető, hogy ő kleptomániás. Na, ez a második feladatod ma. Tehát első a vészvillogó, utána tele vagyok feladattal. És ellopsz valamit. Ellopom, igen. Mikor loptatok utoljára? Mikor loptunk utoljára? Nem, mikor loptatok utoljára? Szerintem én nem olyan rég. Mit? De hát mit? Én mindig lopok kiflit. Valamit. Igen, van, amikor például egy kiflit. Igen. Csinálok ilyet. Igen. Hát most kövezzetek meg, megeszem egy kiflit, és néha elfelejtem bevallani. És elloptad a családasszonyok álmát is. És a szüzekét. Igen, néha ellopok egy kiflit. De igen. Mit még? Mert itt jár az agyar, látom. Nem, most tényleg gondolkozom, most egy csomószor lopáson érem mostanában magam. Háj, nem mozdulj! Hova sétálsz azzal a kiflivel? Álljon meg! Kezeket tegye szét, lábát is tegye szét. Nem tudom, néha azt érzem, hogy ez úgy jár. Aha. És elfogadják, mikor ezt mondod? És hogy meg tudom győzni magam arról, hogy ez jár. Ott vagyok a multiban, egy nekem csomó pénzt elköltök. Sebestyén úr. Nekem meg az jár, mondta a büfés. Vagy mit tudom én, például bemegyek egy multiba, vagy bemegyek egy ilyen kis éjjel-nappali közérbe, és mindig beleszem a szőlőbe. Az lopás? Hát én megmondom őszintén, igen az. Figyelj, én nem örülök. Az, hogy belekajálok a szőlőbe. Én nem örülök neki, basszus. Nem, az kócs. De miért nem a te szőlőd? Hát most nem, mit izélsz? Figyelj, tehát amikor azt látod, érted, hogy ott van egy fürt szőlő, és a fele hiányzik, és hogy ott vannak a kis, te tudod, hogy le vannak tépve róla a szőlő, nem mellé van esve, hanem le van róla, el van tűnve. Érted? Az nem beleesett, hogy fekete lyukba, azt valaki lezabálta. Na, gondoljál arra, hogy az én vagyok. Én beleeszem. Hát akkor teljesen más szájízzel vesszük meg, és esszük majd ott. Tehát ha valahol hiányzik egy szőlő, az én vagyok. De miért baj ez? Hát most azért, mert most én elköltök a 10.000 forintot, hogy kettő darab szőlőszemet sajnál tőlem, az a multi, vagy egy fél kívül. Mert meglopod az a boltos, neki kárt okozol ezzel. Feri. Ő azt a szőlőt megvette, 180 forintért, és eladja neked 250-ért. Hát lezabálom a hasznot. Na, hát most igazad van, de van a dolognak egy másik aspektus, hogy
és amit még nem vettük figyelembe, még pedig az, hogy, hogy ő evett belőle, de nem vette meg. Magyarul nem finom a szőlő. Ha nem finom a szőlő, te jól jártál, hogy nem veszed meg, és ő belevett, és jelezte ezt neked. Igen. Tehát az ott hagyott szőlőszem, illetve lát a megcsonkított szőlőfürt segíti a vásárlót, hogy ne vedd meg, hiszen ezt csonkolták ezt a szőlőfürtöt, és nem vették meg. Ha finom lenne, belennék, majd megvenném. De nem lehet, tehát hogy annyit lopott már, hogy tele van a szőlővel, és nem kéri azt a szőlőt. Szóval annyira nem kívánom, csak mindig ott van. Igen, már, már a hidegráz, meglátom a tetyóban a szőlőt, már csak azért eszem bele, muszájból, de már hidegráz a szőlőtől, annyit megettem. Mert az más, ha ki van rakva kóstolásra, az oké. Okay. De ez, szerintem ez egyszerű lopás. Igen, hát annyira hozzá, hogy szokás. És ha banánt kívánsz, akkor kimondtasz, hogy megeszel egy fél banánt, és visszateszed. Nem ízlesz. Gyerekek, hagyok ott annyi pénzt. Hát most ezt ne vedd meg puha. Dehogy puha, nincs benne semmi. Hogy rohadjon. Múltkor bementem a Osamba, vettem egy kiflit, így ketté haraptam. Kibontottam egy téli szalámit. Ja, igen. Megvettem egy paprikát, leántoltam. Melyik lehet a pizzás? Ez sem az? Ez sem az. Ez sem az sajtos? Nem, ez valahogy jól esik. Na hát, ez jól esik, mikor ki vannak rakva azok a műzlis, tudod, ilyen tárkák. És akkor oda megyek, kicsit lerakom a gyereknek, hogy rám néz. Rámosolja, kacsintunk, és akkor kicsit ott belemajszolunk. Műzlistálkát. Hát tudod, vannak ezek a hiperekben sokszor ezek a műzlistálkák. De előtte lebeszed a tetejéről a műanyag fedőt, letéped róla a fóliát. Hozzájöttem a joghurtot. Nem, nekem egyszer valaki azt mondta, aki a hiperben dolgozott, egy középvezető, hogy ez azért van, hogy beetessék a népet. Azért hagyják, hogy te abból legyél nyugodtan, mert ha te abból ehetsz nyugodtan, ez egy vásárlási trükk, és senki nem szól rád, hogy megkóstolhatod a csokis műzlit, meg hát, ugye, tudom, amikor ilyen nagy tálkákban van kitéve. Akkor neked jó érzés keletkezik az agyadban, és oda jársz vásárolni. Tehát, hogy ez egy, így vernek át téged, hogy kötnek oda, és nyugodtan belehetsz. Hát milyen gyönyörű. Tényleg, ezt ő mondta el nekem, hogy ez egy trükk a hiperekben, hogy amit kiraknak ilyen nagy bödönökben, az egyfajta kóstoltatás is. És oda mész, beleeszel, jól esik, ingerek képződnek az agyadban, és ezáltal te másnap is oda... Ne, tényleg! Figyelj, most én azért kíváncsi lennék arra, vagy illetve nem, annak a későbbi pályafutására, annak a szélszesnek, vagy marketingesnek, aki ezt így jelővezető vezérigazgató, hogy na, nézze, ha itt most megesznek naponta 30-40 kiló sajtos croissant, előbb-utóbb azok plazmát is vesznek. Higgyétek el. Persze. Ez ugyanolyan, mint hogy mit tudom én, a bizonyos hiperekben nyomnak illatokat. És ez olyan, hogy benyomnak neked... Igen, nem arra gondolom, hogy elkáposzta után. Benyomnak neked fahéj illatot, az illattal elindul a vásárlási kedv az agyadban. És akkor különböző ilyen illatok alapján... És megveszed a mosógépet. És megveszed a mosógépet. Igen, azt érzed, hogy neked vásárolnod kell. Higgyétek el. Nem, a kóstoltatás az úgy néz ki, hogy áll egy helyes kislány egy tálcával a kezében, fogpiszkálok bele. Az a kóstoltatás, amiről te beszélsz, az a lopás. Az ilyen tucat zabáltatástól rosszul vagyok, amikor ilyen kislányok kínálnak neked ilyen fogpiszkálóba betűrt, kiszáradt szendvicseket, és akkor álltok négy sorbász, hogy ehessél egy ingyen szendot, abban nincs semmi varázs, mert ugye az televe ingyen anyja. Hát hozzá mártogatót. Akkor majd nem lesz száraz. Múltkor nekiálltam egy kajszi barack befőttnek, azt semmiben. Igen. De vettél egy kanalat is hozzá valahonnan. Mondottam egy 100-as műanyag kanál készletet, leültem oda az egyik sarokba, hát ért nem elfogyott. Ja, igen, én meg 5 literes csemegóborkát ettem, és az utolsót már nagyon nehezen tudtam kivenni, és könnyékig volt benne a lében, és így kerestem az alját. Nem, figyelj, ez nem. Legalább kiásd el magad, hogy hol a kislány, nyilván ez valami kínáló. Én nem szeretem ezeket a műzliket, soha, de amikor elmegyek, akkor mindig bevillan a barátom kép, és azt mondom, hogy köszönöm neked, Obi-Wan, hogy ezt elmondtad, oda megyek, fölhajtom a tárkát, és beleszek. Ja, akkor ez ilyen kényszeresen állom, én Rózsi György sem szerette a vizet, de mindig itta. Én nem vagyok szomjas, csak iszom, mint az állat, igen. Higgyétek el, nyugodtan, a kifli ne, evés... Ne, mondj már nyugodtan. Ilyet, hogy nyugodtan, kérlek. Telefonáljon valaki, aki egy hiperben dolgozik, és nem lehet vezetőbeosztású, mondja el, hogy valójában tényleg azért vannak ott ezek a műzlistálkák, hogy egyen belőle a nép. Menjetek, egyetek. De miért csak a kaja? Akkor miért nincs elég tényleg bedugva a centrifugát, vagy ilyesmi? Kimoshass, és bekötve a víz. Hát a múltkor van ez az FNDF, ugye az a tetyóba bementem, 4 boxer alsóba jöttem ki. Nem. Szóval, na, de most tényleg, de bűn ez? Bűn, hát. Jó, hát akkor itt értek el. Figyelj, én egy dolgot... Én a szőlőbe is beleszem. De ne, figyelj.
Az például... Egyetlen chips tetszik, megveszed, nem finom, nem veszed meg, hát ebben nem halnak bele. De ez nem például... ugyanaz, mint a műzlistárkából elveszel egy műzlit, megeszed, mert utána nem veszel 10. De várj, ez nem műzliszelet, ezek beleöntött ilyen cornflakes-ek, tudod? És az egyikben van mazsolás, tehát nem műzliszeletet eszel meg, hanem amikor így a cornflakes beleöntik. És kivesze, kihajtod a nagy tálkát, amiben van egy kanál, az beleméred egy zacskóba. Ez ilyen kimért műzli. Jaj, akkor te még abba kézzel bele is nyúlsz. Aha, gratulálok. Igen, és akkor kicsit bele, és akkor ott... Hát abból mások venni fog. A kosarat, én meg ott megyek, és akkor nyomom a cornflakes-t. Figyelj, akkor csináljuk már azt, hogy valamelyik nap majd így összeröfenünk valamelyik ilyen hiperbe, te hozod a műzlit, Ferihoz majd tortillát valamelyik polcról, én hozom a mátugatot, az beülünk a műszaki cikkek közé, és nézzünk valami filmet. Vagy a kerti bútorosztályra, kényelmesen le tudunk ülni. Figyelj, én itt péntek esténként, én meg itt költek ezek. Azzal nekem például semmi bajom nincsen, hogyha odamész a, mit tudom én, ezekhez a sajtos kiflikhez, és besöpröd az alul leesett, hogy hívják, mit tudom, 1 kiló sajtot. Úgyis az a lényeg. Igen, leakasztok egy grill csirkét. Nem, egyébként elmondom, hogy a kiflievés az általában úgy van, hogy ez nem direkt történik. Tehát ugye megfogom a kiflit, és mit tudom én, elfelezem a Benivel, megyünk, és mindig eszembe jut, hogy szóljak a kasszánál. És valamikor ezt elfelejtem, tehát ez nem direkt lopás. Aha. Hanem ugye oda megyek a pénztárhoz, pakolunk ki, vágyom, szatyor, tesszük bele, gyerek közben ne fogd meg, tedd vissza, nem veszem meg, mit tudom én, nem benni, nem hozzuk, tudod, megy a bevásárlás. És mire kijövök a hiperből, akkor jövök rá, hogy megettem a kiflit. Egy kiflit egy grill csirkével, és még zöldjel. Lecsúszott négy hurka, három krinolin. Jó, maradjunk csak a kiflinél. Maradjunk csak a kiflibe. Nem, ez a műzlit bevállalom, komolyan mondom, bevállalom, de a kifli nem direkt lopás, azt elfelejtem, mire odaérek, hogy megettem egy kiflit. Okay. Hát most na. De tényleg csak akkor műzlit, tehát nem szokott lenni, hogy mit tudom én, ott a halaspultnál a jégen fekvő lazacoknak a szemét kipattintod, és osztrigát. Vagy valami osztrigát. De általában az, hogy levet közöm eszteler, és a pontyok mellé bemászom, és ezért még meg is fürdök ott a vízbe, igen. Miki, fekete kagyló! Nem, tehát elfelejtem, na ez a helyzet. Jó, maradjunk a sztoridnál. Direkt lopás. Elmentek vásárolni, a Bennyvel megéheztek, elvesztek egy nagy sajtos kiflit, amit ki akarsz fizetni. Igen. A kasszánál. Megetted a kiflit, igen. Ezt látta a biztonsági őr. Nem szól semmit, mert hiszen te majd kifizeted. Kisétáltok. Te, ha a tényeket nézzük, te elloptad a kiflit, nem elfelejtetted kifizetni, megetted és nem fizetted ki, hogy te ezt elfelejtetted, vagy direkt volt, azt senki nem tudja megállapítani. Te büntethető vagy, mert kiflit loptál. De te mi vagy egy biztonsági őr? Nem vagyok biztonsági őr, de mi vagy nem te? Lehet szabadjára engedni így a világot. Hát akkor most hol nyilván bárki... akkor mindenki megenne most egy kiflit. Igen. De hát most ezt én elfelejtettem. Hát most... Hát ennyi. Na már én vagyok a hülye, máskor hogy ezt bevallottam. Meg a gyerek lopott. Nem ő. Azt is csinálom, a múltkor megcsináltam például egy hiperben, hogy veszem egy pultost. Csináltam a pultot. Nem, hogy megittam bent a jeges teát, de beraktam az üreset, és mire odaértünk, hát a pénztáros, én megnéztem, mondom, hogy... Hát nézd, a üreset raktam be, És odaadtam neki az üres flakont, és mondom, hogy tök jó, mert hogy ezt most el is tettem, és mondom, de hogy teszem, még a pénztáros én tette szóba, hogy ez milyen kedves gesztus. Aha, és mondom, hogy szemben nem jutott, hogy kidobjam ott egy kukába, mert egyébként nem, de... Szorul most mi a kiflirigyek vagytok, vagy szőlőirigyek vagytok? Tényleg fáj két darab szőlőszem, amit megkajálok? Tehát most figyelj, hogyha ilyen kínáló vagy... De úgy sem, hogy megkajálom a szőlőt, és megfordítom a szőlőfürtöt. Tehát, hogy is nem. És aztán ezt Jani megveszi. És aztán megveszed, és ott néz már, lehúzta a kettő darab szőlőszemekkel. Tehát én mindig befordítom, soha nem veszed észre, hogy én ott jártam előtte. Figyelj, én meg azt mondtam csinálni, hogy nekem nagyon érzékeny a hónom, a borotválás után, és ezért mindig, amikor bemegyünk az áruházba, rögtön oda megyek a piperecikkekhez, bedörgölöm a hónomaját egy stifzel, megyünk egy kört, és ha Csípi nem veszi meg, nem veszem meg, mert hogy érted? De teszel egy kört, és megvárod a csípést. Mert a végére meg már előjön. Soha a büdös életben nem estettek kísértésbe, hogy egyetek egy darab szőlőt? Hogy ott van 60 fürt, és egy darabot? A félelmetek miatt nem. Hát, milyen fél? Nem, a becsület meg a tisztesség a miatt. A becsület és a tisztesség. Ezek nekünk 70-eseknek ezek még értékek. Jani, gyere már velem. Nem, mert van az a szőlő, tudod, aminek nem tudsz ellenállni, megeszed, de utána rájössz, hogy tök rossz. Most akkor vegyem meg udvariasságból. Most, jó, hát most akkor legyetek szőlőirigyek. Akkor most ezzel nem tudok mit csinálni. Jó, hát jó.
nyilván de ez nem lopás, nem hogy... lopok a hiperből, tehát nem szoktam lopni, nincs, hogy kiveszem a Kodak filmet, mint régen, tudod, a dobozból, elrakod a filmet, és visszarakod az üres dobozt, ezt hányan csinálták, azért vitték előre a pénztárhoz, ugye ezeket a 24-36-os filmkockákat. Fogta a dobozt, kivette belőle a filmet, doboz vissza, aztán mentek ki zsebükbe meg 4 darab filmem. Mondjuk nem olyan nagy szám, van egy közös ismerősünk, aki például rendszeresen leárazott korábban. Ő úgy hívta, hogy leárazás. Tehát, hogy ő átrakta a cetlit. Igen, ő átrakta a cetlit. Na, ilyet, azért, na ilyet nem. Na, hát az... Nekem bukott meg úgy barátom, jól kereső középvezető, hogy átárazott egy 2000-es focilabdát a hülye, mert 6000. De drágábbra ráadásul. Igen, gondolom, hogy 6000 volt a focilabda, a hülye átárazta meg, próbált ki, biztonsági szoba, eljárást indította, kamerával szembesítették, mit tudom én, soha nem volt olyan, hogy vannak ezek a nagy gumicukros kirakók, tudod, gumicukor, zselés drazsé, színes zizi, tudod, ezek is ilyen nagy tálkákban vannak. Na, soha nem ettetek még bele? De. Soha nem volt, hogy fölhajtottad, kettő szem visszahajtott, körbenéz, lenyel, tovább megy. Érted? Jó, de nem ízlett, a felét visszaraktam. Visszaköpted. Igen, csak nehezen tudtad kiúzni a fogadat, és akkor visszaraktad az aján. Ilyen se? Nem, volt? Hát nem. Hát komolyan nem, szentek kerülök itt együtt, tényleg, hát nem hiszem el. Hát olyan volt, hogy mit legyen a hajamon vittem ki síkosító zselét. Azt mondták, hogy mi van, izzadsz, Jani. Figyelj, nem. Jó, hát mostanában nem. Talán azért, mert beszarjak vagy. Annak idején. Nem, hát nem, becsületesen. Azért, mert tele van a gatyó. Nem ugyanaz. Rohadtul tele van a gatyó. Na, figyelj, a gyerek mellett egyébként nagyon nehéz. Az tényleg így van. Tehát, hogy mert a Virág is olyan, hogy ő is már mondjuk így fogyasztana bent. De nem hagyom. Csak a pénztár után. De nem hagyom, hogy ott bent elkezdjen falatozni. Mert egyrészt ő ugye nem hagy maradványokat, a csontot is megeszi. Tehát, hogy nem, majd kint eszik. Addig ki kell bírnia. De miért? Nem eheti meg bent? Nem hagyom. Ne egyen bent. Uh-huh. Az, mert hülyén veszi ki magát. Észreveszik ott bent, falatozom. Mit mondasz? Akkor már gyanús vagy, ha eszed a kiflet, még ha a legjobb jó indulat, hogy majd azt ki fogod fizetni, uh-huh. Mégiscsak megetted. Figyelj, egy dolgot... Ezt a hiperengedi, hogy bent egyél egyébként. Hagyjál már elmondták, ezzel a demagóg dumával, hogy... Valaki telefonáljon egy hiperből tényleg, aki ott dolgozik. Nem engedik, csak nem találnak. Túl sok a sor. Én megtévesztem. Hol? Én bujkálok, álcázom magam el. Azért nem kaptak még egy sor. Nem szeretem, mert valaki egyébként tényleg bemegy, és aztán ott mindenfélet kipróbál. Most, nem jó, persze. Mondtam az előbb a stiftest. Én rendszeresen, aminek nincsen lezárva, én egyetlen dolgot szoktam csinálni. Nem tudom, hogy lehet, vagy nem lehet, de ezt bevállalom, én meg szoktam szagolgatni ezeket a dezodor. Meg az ilyen, hogy hívják okat, ezeket a golyos dezodorokat is. Egy alkalommal tényleg az volt, hogy letekertem a tetejét, és szőrszálak voltak. Na, szerintem. Nálam itt kezdődik, hogy azért az már az alja. Tehát, hogy bekened a deós tiftet, és akkor megszagolod magad, fújsz egy kis parfümet, valahol arrébb fogatmosol. Na, ez már meleg. Ez meleg. Nagy különbség nincs egyébként. Azért ott egy valami eltört bennem. De mi hát, stifzadva. Most, ha meg vagy izzadva, te is stiftet használsz, nem? Igen, de... Hát picit megizzadt a lelkem. Hát most egy pici. Na jó van, telefonáljon az, aki hiperben dolgozik. Lehet-e enni műzlit és gumicukrot, jó? Be van-e árazva? Meg nagyon sokan jönnek, hogy ki mit vitt már el. Egyébként és hogy kapták el, nagyon sok SMS is hozzászólás jött, úgyhogy mindjárt szemezgetünk ezekből is. Jó, 7:30, pontosan 1 perccel. A telefonszámunk 555-55-00, jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi. 3:48 lesz, pontosan 5 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Itt vagyunk egy-két közlekedési hírrel. Kökin áll a Lajos-Vizsei vonat. Bevártuk a debreceni sebest, és előre is engedtük. Már 10 percet késünk. Ari írta nekünk. 2 autó összeütközött Budán, az Árpád hídnál, az Aquincum Hotelnél, úgyhogy ott is lehet egy kisebb dugóra számítani. És hát nagyon sok hozzászólás a témához, pro és kontra. Hál' Isten, vannak azért cinkostársak, akik a pokolban fognak velem együtt a hosszú 1000 évig hipereket takarítani. És tudod, milyen lesz majd? Én mint egy ilyen Bosch festményen, hogy sajtdarabkákat emeltek a szádhokhoz, amikor nyelitek, akkor már rajszögek lesznek. És 1000 évig sajtdarabkákat kell enni, igen. Na, gyerekek, elindítottam a lavinát, komolyan, tehát 2 darab szülőszem megevése tavalyról, ez olyan hullámot keltett, hogy mindenki ölni akar. És mészárolni. De hát most ezt
Már látom, hogy hiba volt beismernem. Látom, hogy nem. A hiperekben kint lesz a fotóm, és vadászni fognak rá. Megjött a tolvaj, a szőlőzabáló. Igen, az volt, nem az volt a hiba, hogy beismerted, az volt a hiba, hogy megcsináltad. Érted? Ott hibáztál. Tessék, de én nem voltam benne biztos, és ezért utána néztem, és a tíz parancsolatban tényleg ott van, hogy ne lopj. Azt mondjuk nem tudjam értelmezni, hogy a fele barátod házastársát ne kíván, de hát, de ott van, hogy ne lopj. Igen. Balázs, hétvégén kipróbálom a házadat. Nehogy már vegyek egyet, lehet, hogy nem is tetszik. Ugye? Mivel sokat hallgatom a Klassz FM-et, ez jár nekem így a jutka. Igen. Többször ettem már pogácsát, rudit, üdítőt, mire a kasszához értünk, persze nem fizettem ki, és egyszer egy energiaitalt, miután megittam, ki is tettem egy polcra, majd a kasszánál, amikor fizettem, amiket vettem, jön az őre az energiaitalos dobozommal a kezemmel, legyen kedves kifizetni, amit megivott, ultraciki volt. Na hát ez már a másik végre, tehát nyilván ilyet az ember nem csinál. A lopásról annyit, hogy érdemes megnézni egy szombat esti parti előtt, hányan vannak a Müller vagy a DM illatsorában, írja Márk. Ugye ott az ingyen mintát. Na, tessék, az lopás? Ha azért van kitéve, hát, tehát kupak nélkül van mintaként kitéve, a teszter, azt használhatod. Akkor nem. Na de bemész befújni magad mindenféle vásárlási szándék nélkül. Befújod magad, jó illatú vagy, ezt elindulsz, és nem veszel semmit. Hát akkor azért nincs szerintem... szó vásárlási szándékról. De legyen bennünk zsiványbecsület. Igen, az azért van kitéve, igen, persze. De legyen bennünk zsiványbecsület, és akkor legalább vegyenek egy, mit tudom én, egy csomag rágót, vagy egy műzli szeletet aztán. Cserébe, igen. Nem? Igen. Balázs, kóstoló pénteken van a Muzsika tévén. Ez jó. Igen. Balázs, én is szoktam adni a gyereknek kiflit az üzletbe, de mindig csak a csücskét, így a kifli megmarad. Egy három gyerekes. Nem szoktam kiflit lopni, tehát nincs erről szó. A kiflit kifizetem. Igen. A kiflit csak akkor nem, ha esetleg véletlenül elfejtem, de nincs tudatos kifli zabálás a hiperben, amit aztán nem vallok be. De odaadom a gyereknek, és próbálom belevésni a memóriámba, hogy azt tessék majd szólni a kasszánál, Balázs. Igen. Rászólok saját hogy magamra. Hogy hiányzik a csücske, és adjanak egy másikat, ami hiánytalanul megvan. Hogy ne próbáljanak átverni a csücsökkel. Jó, na tessék, oké, az én gyerekem eszik, hát most na... Nem az a baj, hogy a gyerekem. De bevallom, az bevallom, ha nem felejtem el, szólok, és hogy volt egy kifli a gyereknek, tehát azt bevallom. Egy ember, két szőlő, két deka. 10 000 ember, 20 más a szőlő. Várj, ezt már írnom kell. Tessék, 20 más a szőlő, az 2 hektobor. Na, így lopod a jövedéki terméket. Ez egy nagyon okos gondolatmenet. Írja valaki, én a pisztáciába is belemarkolok. Na tessék, na tessék. Pisztáciába is belemarad. Pisztácia. Nem olcsó, drága, távol kell. Sem meg kell. Itt van Attila, aki biztonsági őr volt egy hiperben. Hello Attila, jó reggelt! Hello, sziasztok! Hello, na, szia. Te miket láttál, vagy miket tapasztaltál, mit csinálnak az emberek? Na, hát azt azért tudni kell, hogy én igazából sokáig nem dolgoztam vagyonőrként. 2000-ben letettem ezt a szakmát, aztán más fele orientálódtam, de most így 2012-ben, 13-ben elhelyezkedtem egy tecsónál. Igen. Azt kell tudni a tecsókról, hogy K1-esek vannak kicsik, ugye hiperek, múltik, ahogy ti mondjátok. Na most én ilyen kisebb tecsóban voltam, és egyszer egy adandó alkalommal az úriember odament a szőlőhöz, ezt mondta, bejáratnál volt, ezt is csodálkoztam, hogy ő rakják igazából a szőlőket. Hát és ott elkezdett szemezgetni. Na most én 2 hete voltam ott, oda mentem, mondom, ne harugodj uram, mert ezt hol látja ezt, hogy welcome drink, Isten hozta a tesztóban, vegyen szemtöllőt. És akkor azt mondja meg, hogy be fog panaszolni a vezetőnél, én csak megkóstoltam, hogy jó ez a szöllő, mondom, természetesen ez jogában áll, tegye meg a kellő lépéseket, és a végén az lesz, hogy majdnem engem rúgtak ki. Miért szólok én be, hogyha teszik a szöllőt? Tehát neked szólt a vezetőség, hogy te, mint biztonsági őr, ne szólj rá a szőlő evő emberre? Nem, ez úgy alakult, hogy nekem, tehát nem a Tesco alkalmazásában, nem külsős vagyonvédelmi cég alkalmazott, felhívtam a vezetőt, és azt mondta, hogy abban az esetben hoztál, és elkezdtem lezgetni a szőlő, ne szóljak ezt, hogy ha megfogja a fürtöt, akkor elindul vele, és elkezd úgy közben szemezgetni, miközben járkája barangolja a Tesco területét, akkor nyugodtan szólják rá, hogy ez nem így működik. Ha ott a helyszínen elfogyasztja. Ott a helyszínen elfogyasztja. Ott áll 3 kilót megett együtt, helyett a semmi probléma nincs, csak nem ezt kell jön vele. Tehát én nem értem igazából a logikát benne. Én is csodálkozva álltam, és mondom, még én voltam letrendve, hogy minek szóltam én.
Igen, igen, én mondom, hogy ez igen. Tehát ez igen, fura. Mondjuk ott állsz, és akkor 4 óráig ott hogy hívják, hogy a vajúc, hogy hát nem is tudom, talán egy picit savanyú. Nem, nem. No, ez mondjuk egész jó. És ez? Ah, nem, ez savanyú. Anya, gyere csak ide egy picit, szerintem ez mi? Savanyú vagy én? És akkor ott befalatoztak, igen. Eszem, tudod. Jaj, Istenem, megfeküdt egy jobbra. Igen, mindjárt jövök, csak megeszem ezt a barát. Kókuszos, nem tudom, hogy megvegyem a gyereknek. Mondjad, Attila. Hogy odaérni, mert már, hogy venni kéne, addig át jól laknom, köszönöm, hogy nem kívánom. Tehát, igen. Csodálatos volt, még így beszéltek, hogy itt a dezodorokról, meg a parfümökről, hogy tényleg van benne ráció, tehát nyugodtan fújkálhatja magát, akár hangolgathatja, akár hónalját keresi, tehát nincs ez semmi probléma, csak azt nem értem, hogyha utána volna emberke megveszi, és az előző hónal, hogy fog a másiknak tetteni. Hát nyilván ez kemény, tehát kipróbálni egy stiftet, igen, és akkor kicsit a szőröd ott marad, visszarakod, egy másikat kipróbálsz, igen. Ennyi. Tehát az a patít, tehát. Igen, az érdekes. Köszi Attila, hogy elmondta, ciao. Hello. A barátnőmmel a sült sajdarabokat szoktuk összeszedni a stangli alól, marokszámra. Na, ugye ezt, ami Anni is mondta. Azt furán néz ki, de úgyse adják. Ugye, ami úgy beleesik abba a tartóba, abból összeszedegeted? Miért te ilyet csinálsz, összeszedegeted? Na, most abban egyébként nem látok kivetni valót, különösebben senki nem szokta besöpörni az acskóba a sajtos stangli mellé a sajdarabkát. Akkor te olyan vagy, mint a leprás, aki szökik a börtön, hogy először csak az orrodat dobott ki. Tehát én megeszem a kiflit, te viszont csak a darabokat eszed meg. Tulajdonképpen sok darabból ugyanúgy összeáll egy kifli, tehát hogy igazából ott megeszel egy fél kilónyit, akkor megettél 3 kiflit, nem? Na, megfogod, mi? Alapjában nincs, teljesen mindegy. Hát. És akkor bemásol a zöldséges pult alá, és ott leesett egy banán, ami kicsit megvaróhatva, arra már rámehetsz, vagy akkor azt mondja? De, menjen, letépeti a nézés, salátaleveleket szoktam összeszedegetni meg, stb. De hogy úgy kell kialakítani egyébként ezeket a péksütemény tárolókat, hogy alatta legyen egy ilyen rács. Illetve ne, rácsra rakják rá, és alatta legyen egy tálca. És akkor a tálcából lehessen fogyasztani. Sem egész. Érted, ami oda leesik. Az ott mindenki? Hát az ott mindenki, mindenki morzsája. És akkor arra, hogy mész? Hogy oda mész, megfogod, belerakod a kezedbe, és akkor mész és dobálod be a szádba? Útközben? Vagy csak egy kicsit belenyúlsz? Az belerakod... ez a kéz, ez nem túl higiénikus, valahogy másképp kellene. Hát tegyél egy zacskót a kezedre. Igen, rámarkolok, és akkor így vissza lehúzom róla, és már ott is van egy zacskó morzsa. Zacskót teszel a kezedre, megfogod a morzsát, átteszed a másik, lehúzod a nejlont, aztán mehet. Jaj, gyerekek, komolyan mondom, minden ember legnagyobb bűne ez legyen tényleg. Tehát, hogy higgyetek el, hogy ebben van valami lázadás. Vagy de nem tudom megmagyarázni. Szembe mész. Nem tudom megmagyarázni, ez egy kicsit ez a rosszaság, ez a csibészség, ez a tudod, aha, ez a csinálsz a műjött, hogy annyira hétköznapi már az életed, és annyira nem lázadsz, és gyereket nevelsz, és dolgozol, hogy ennyi kaland kell, úgy fölszökik bennem az adrenalin, mikor megeszem egy szőlőt, hogy hihetetlen, ez maradt. A titkon szőlőevés, gyerekek. Jó, mi meg általában szoktunk a Mónival lopni egy-egy, hogy hívják, Neolux Play-t, és felfújjuk a hűtők oldalára, hogy anarhia. Meg sátá 666 és pokolgép. Valahol ki kell ezt élni, igen. A fiatalok körében az a divat, hogy a próba fülkében megisszák a drága piát, és ott hagyják az üveget. Te jó Isten. Tehát, hogy bemész a ruhapróba fülkébe a hiperben, aha, ott megiszod a piát, és ott... Mész a kis kocsiddal, beteszel, aha, egy üveg valamit, mész tovább, kiválasztasz egy cuki felsőt, azzal bemész, de közben megiszod a piát, üveget ott hagyod, felsőt visszarakod, és már indulsz is a buliba. A lehány felsővel. Jó. Mi van azzal, kérdezem én, aki például a könyvet olvas, tessék. Hát ő tehát, bemegyek művelődik. Igen, nagyon művel. De mi van, ezt hiperben teszi? Mi van az ingyen újságolvasókkal? Tehát aki oda megy, nem veszi meg a napilapot, hanem elolvassa. Aha. Elolvassa a heti magazint, és spórol mondjuk 800 vagy 1000 forintot. Na de tudod, olvasásnál nem... biztos megfigyelte, nem tűnnek el a betűk. Jó, én ezt értem. De én ezt értem, csak kérdezem. Csak kérdezem, hogy akkor az tulajdonképpen, hogy te ingyen elolvasod. Aha. Nem biztos, hogy jó hasonlat, csak elolvasok egy napi lapot, elolvasok 2 heti lapot, elolvasom a Nemzeti Sportot, és azt mondom, de jó, megsporoltam 800, tehát nem veszem meg, kimegyek. Én tovább megyek. Aki például megnézi a lottó számokat. Mi köze van hozzá? Vett lottót? Ellopja mások el lottót. Érted csak úgy? Nem, most csak kérdezem. Hát, most csak kérdezem. Tehát, hát hogy semmi. Ha nem sérül az újság, akkor semmi. Igen? Aha.
ha mondjuk kitéped belőle a keresztelítvényt, és azt hazaviszed, akkor már véleményes. De ha most olvasgatsz egy könyvet, és nem lesz baja, hát akkor most semmi. Jó, nem, csak kérdezem, hogy tulajdonképpen azon szándékkal olvasod, de hogy azt akkor már ne kelljen megvenni. Mondjuk, aha, mondjuk én rohadtul utálom, hogyha olyan könyvet teszek, vagy úgy tudom én, már csak egy darab van belőle, vagy csak olyat találok tőle, aminek már meg van tölve a gerince, meg ilyen izé, össze, már szamárfüles jóformán, mert hogy szanaszéjjel lapozgatták bent. Nem, a képes albumoknál például marhára elő szokott fordulni. Mert ez tök idegesítő, amikor bemész egy könyvesboltba, és akarsz venni valamilyen szép albumot. Ami tényleg itt olyan fotós, akármi szépen illusztrált könyvről van szó, és akkor össze van fogdosva, meg hajlítgatva, meg a rendes könyvesboltoknál most már úgy van, hogy le van fóliázva az ilyen drága könyv, és egyet tartanak bontva. És azt lehet nézegetni, ha te akarsz venni, akkor veszel egy olyat alulról, ami le van fóliázva. Most lerendetlen könyvesboltoztad azokat a könyvesboltokat, ahol járok. Megmondom nekik. Igen, mától úgy fog kinézni az összes multi, mint a World War Z-ben. Tömeges kóstolgatás lesz. Mindenhol, igen. Na jó van. Oké, természetesen elítéljük ezt. Így ugye? Van. Elhatárolódunk tőle, ti tőlem, és maximálisan elítélitek ezt a dolgot. Ugye ezt akartátok mondani? Így, ezt, ahogy mondod. Hogy veszenek a szőlőkóstolók, vagy mi? Na jó, a hármasugrást nem, azt még nem, viszont Óven bácsira és Beru nénire nyitunk rá már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Nagyon jó SMS, sőt, még egy hiperben dolgoztam, minden reggel bejött egy néni, megevett két pogácsát és elment. Nem szólt rá senki, de amikor megivott egy sört és az üveget vissza akarta váltani... De élelmes. Azt már szóvá tették a biztonságiak. Mennyire napkósan ér. Lefolytod egy sörrel a két pogácsát, még visszadobod az üveget. Nézd, üveg, kola helye visszaváltóba. Hát nézd rá, nem visszaváltam azt az üveget. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Pálinkás, jó reggelt! Hello, Krisztián! Honnan hívsz minket, Krisztián? Budapestről hívom. Budapestről. Már otthon, vagy még otthon? Vagy? Á, dolgozom kollégáimmal. Mit csinálsz? Szelektíven gyűjtöm a hulladékokat, konkrétan elektronikai alkatrészeket bontunk. De nagy! Fiúkkal. Az nagyon menő. Az mire lehet? Az nekem nagyon bejön. Mire szeditek szét már? Hogy hát behozunk árut innen-onnan, amilyen szerződésben áll a főnök. Jó, de hogy dióda azokat... meg ellenállás, így kell mondani? Hogy dióda meg ellenállás, vagy hogy mi műanyag, mi fém? Igazából ilyen alaplapok vannak, aranyozott alaplapok, ilyen számítógépeket bontunk, modemeket. Aha. És abból lényegében az alumíniumot, a sárga rezet, vörös rezet külön gyűjtjük, amit majd később eladunk. Ezt én marhára izgalmasnak tartom, amikor a Balázsok a Polszki Isten nyugasztalja az úszkodba, ott beszélgettem a helyi erőkkel, és ők mondták, hogy ők is foglalkoznak ilyesmivel, tehát a számítógépeket bontják szét hasznos fémekre, meg alkatrészekre, és nagyon bejött. Ő mondta egyébként valami egészen horror mennyiséget mondott színes fémekből is, ami így összejön. Igen, ott a telepen. Igen, hát nagyon sok össze tud gyűlni, ez tény. Amit jó pénzét lehet eladni. Hát és a fenntartható jövő egyik záloga. Hát pontosan, ez a szelektív kulladékgyűjtés, ez egy nagyon jó dolog. Na jó, mutatjuk, hogy mit csinál Óven bácsi Beru néni, jó, figyelj! Gépelik a feljelentésedet. Írják a feljelentést, igen. Mutatjuk, mit énekelnek. Ó, hát ez... Hűha. Neked, ó, hát ez neki hűha. Azonnal beugrott, hogy rá sem néztem a monitoromra. Láttuk a filmet. Mint a lenneben egy olyan szöveg, hogy tell me. Azaz. Azaz, igen. Hát nem, te igen, így, de így hasonló. Igen. Na most gondolkozok rajta, hogy ez melyik az a szám. Figyelj, ez egy filmzene, és... igen, hát most mondanám, hogy kijátszott a filmet, csak azzal sokat segíteni. Mutatunk hosszabb részletet, vagy ugyanezt? Még egyszer, jó, figyelj. Hűha. Beru nénit nem lehet leállítani nagyon géppel. Nem? Igen, hosszan fogalmaztál. Na most megfogtatok, mert nem jut az ember lerohadó. Hiper. A szemem balaszára negyed kiló pörköltök magot emelt a szájához a tolvaj. Ismerős valahonnan. Do it for you. Igen. Hát több. Na, igen. Mi legyen? Elfogadjuk, mert igen. Jaj, köszönöm szépen, srácok. I do it for you, de...
Gyönyörű. Nagyon szép. Mondtam is az Annának, hogy viszonylag kevés SMR-ből sikerült hozzátok bejutnom. Na, hát ne utáltasd meg magad. Elég, ha már én megtettem ezt magamban ma reggel. Brian Adams, így van ez, ugye a Robbie Hood-nak volt a zenéje. 90-es korosztály vagyok, de ismerem is, nem szeretem nagyon a régi. A filmet láttad? Melyiket? A Robin Hood, a Kevin Costner, az egy jó Robin Hood. Hú, ez nagyon régi film, azt maximum egyszer láttam. Igen. De van annak egy paródiája, és a Fuzeklik fejedelmet láttátok? A igen, a Fuzeklik fejedelmet. Ilyen címe hogy lehet? Vagy ilyen címet hogy lehet adni egy filmet? Ez volt az a videóklip, amikor a nyilvesszőre rátettek egy kamerát, és így belelövi a fába a nyilvesszőt. Akkor még nem volt GoPro. Akkor még nem volt a GoPro, igen. Igen, tehát egy marha nagy kamerát kellett. Igen, meg mondjuk egy GoPro-val azért viszonylag nehéz kilőni egy nyilvessző, de mondjuk egy számszeréből lövik ki, akkor... Akkor igen. Jól van, oké, megvan az ajándékcsomag, ügyes voltál, úgyhogy elküldjük neked. Jó, köszönöm szépen, srácok. Köszi a játékot, ciao. Hello. További szép napot, sziasztok. Hello, hello. Kessner. A Gary Kessner is nagyon népszerű, de vagy a Costner is jön vissza állítólag, most ebben az évben több filmje is lesz. Hát ráfér, mert az utóbbi évek azok nem mentek hát, neki. Igen, nagy ilyen blockbusterekben nem nagyon játszott, most ugye az Acélemberben volt egy ilyen kis epizód szerepe, de mondjuk a tévésorozatokban volt ez a azt mondja, hogy pontosan mondjam, Ed Filcent McCoy című ilyen Western minisorozata, az rettenetesen jó. Aha, aki szereti a Westernt, az nézze meg. Igen, csak ugye volt egy oszkáros Farkasokkal táncoló. Az hát nagyon rég volt. Nagyon rég volt, és akkor utána így nézelődte. Aztán volt az a Vízivilág. Több mint testőr, igen. Hát a Vízivilágba bukott bele. Micsoda, több mint testőr, mekkora film. Sírtam a végén. Isten. Leszáll vitni a repülőről, és visszarolna Kevin Costnerre. Bögtem. Egy kisfiú. Jó, Isten, de szint volt. Ha a Pirogából amúgykor eljött volna, akkor tudtunk volna róla beszélni, mert hogy egyébként a Vízivilágban ő is benne volt. Így van. A Kelenföldi pályaudvaron ki van írva az újságosnál a tartokra, hogy ez nem a Balassi könyvtár, ha olvasni akart, fizest ki. Ennyi. 3 perc van pontosan, 8 óra jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi. 8 óra, úgy 9 perccel, jó reggelt kívánom mindenkinek. Hello, Jani, hello, Feri, hello. Hello. Sziasztok. Drága Morning Show hallgatók, jó itt vagyok, János. Köszönöm szépen. Én is szoktam ilyet ez csinálni. Ez értenek. Mit teszel? Nagyon jól csinálják a Rudit, ez nem hamis. Nem hamis, Rudi? Kifizetted? Be, hogy ne fizettem volna. Nehogy aztán téged is. Haj, annyira jó. Raknak bele egy kis citromot. És attól szerintem, attól nagyon patent. Citromot, vagy citromaromát. Citromot, igazi? Vagy citromolajat? Mert citromolaj az jó, az sem mindegy, hogy mit tesznek bele. De a citromolajat tesznek egyébként. 100%-ig biztos vagyok benne, hogy ők természetes anyagokkal dolgoznak. Az citromolaj lesz akkor. Az jó. Az jó. Nagyon jó. Na, jöttek közlekedési hírek, frissek, melegek, úgyhogy úgy gondoltam, beolvasom, jó? Legyen. Jó. Legyen így. Enns térségében intenzíven esik a hó, rossz útviszonyok között lehet autóval közlekedni. M3-as Nagykállótól havas égbordás nincs takarítva, hol vannak a sózók, kérdezi egy hallgató. Kerepesin befelé Őrs után 3 mikrobusz csattant, alakul a dugó, ezt Fecó üzente nekünk, köszönjük szépen. Miskolcon szakad a hó, a város lassan beáll, mint a szög, Diósgyőr felé olyan, mint felétek a Hungária, a menekülő utakat érdemes használni, üzente Olivér. 60-tól az M3-ason Hortig szakad a hó, üzente nekünk Bokszeres, és a 85-ös főút Fertőhomok és Győr között hó, baleset és Yardmentes -3 fokban kiválóan lehet haladni. Zomborai úr küldte nekünk. Itt Pesten van valamilyen radar, vagy valami hárap, ami elűzi a hófelhőket? Hogy tényleg most, ha mindenhol esik, csak nálunk nem? Tehát mi van? Valamilyen fekete lyukba vagyunk, hogy itt sose lesz hó? Nem kell, földekre kell, aszfaltra nem kell. Egyébként hasznos, így van, tehát a földeknek jó, ugye? Mondjuk egy ekkora városok már nagyon-nagyon hőkibocsátása, tehát ezzel másképp alakulnak a dolgok. Tehát egy sok rossz az nyilázárunk, melegebb van, és ez fölmegy az a levegőbe, és akkor nem esik a hó. Részben ez. Igen? Részben ez. De ahogy nézem egyébként, ha jól értelmezem a képet, a kékesen rendületlenül hóágyúznak. Szuper! Hát bele vagy szerelmesedve a kékesi kamerába, ez elképesztő. Tehát, hogy hóágyúznak, ez engem sokkol. Tehát én leteszem a hajam, komolyan mondom, hogy tél van, sípálja, és ráadásul a hóágyú is megy. Hát ez általában. De hogy ezt nem tudom hova tenni. Általában a webkamerákért marhára oda vagyok. Annyira tetszik ez, hogy fölmegyek az internetre, és akkor így megnézegetem, hogy mi történik éppen, mit tudom én, Egerben a dobótéren. Hát őrület, te tényleg jó. De mi jó. Történik Egerben a dobótéren? Most már tényleg... Felújítják. Azt a mindenségét neki. Új hát, szobor. Is néz, megfordították a szobrot, vagy mi a helyzet? Hát ezt komolyan mondom, leteszem a hajam.
És akkor nézed a munkásokat, hogy balra teszi, jobbra teszi, épül, szépül, és akkor ezt így figyelgeted? Igen, aha, igen. Közben veszek egy olyan falat batyút, iszok egy D-vitamint. Egy ilyen batyút inkább, azt mondom neked, az a biztos. Na, figyelj, te otthon vagy szelektív hulladékgyűjtésben, ugye János? Mert igen. Szelektíven gyűjtöd. Egyértelműen. Nagyon helyes. Hogy van ez, hogy jövő évtől, ugye, alaposabban kell majd szétválogatni a szemetet. Csak két mondatot mesélj már erről. Ugye, mert hogy 2015. január 1-től megváltozik a szelektív hulladékgyűjtés, nem szabad elpazarolni a hulladékot, ugye kötelező lesz válogatva gyűjteni a szemetet. Ez eddig rendben van. A környezetügyért felelős államtitkár elmondta, hogy száraz nedves gyűjtési rendszer bevezetésén gondolkodnak. Na de hogy van ez? Vizes újság meg száraz újság. Hogy? Ugye eddig nagyjából meg tudtuk különböztetni, hát, hogy van a műanyag, üveg, palac, műanyag, papír, mit tudom én, papír, színes fém, mit tudom én, bármi. Igen, ide az ezüstöt dobom, ide a platinát, ide a rezet. De mi az, hogy száraz és nedves hulladék? Tehát az konyhai maradékra gondolnak a nedves maradék. Igen? Esetében. Ez azért érdekes, mert nálunk például ilyen nincsen. Tehát, hogy szerintem, most így nem kell félreérteni, amit mondok, egy rendes háztartásban nem nagyon van nedves hulladék. Értitek, hogy mit akarok mondani? Megsavanyodott leves például, nedves hulladék? Nem tudom. Tehát nálunk például minden elfogy. Tehát mi mindig nagyon figyelünk arra, hogy egyrészt annyit főzzünk, amennyit el is fogyasztunk, másrészt meg így... Jó, azért sokan dobnak ki maradékot. Tehát azért ez egy normális háztartásban sajnos megtörténik. Most az jó vagy nem, de hát azért maradék az mindenhol van. Több tonnányi nyilván, amit egyébként kidobunk. De hogy most például egy pelenka, az mi lesz akkor? Hát tehát egy pisis pelenka, ami az nedves egyértelműen. Az nedves hulladék? Az nedves hulladék. Jó, de azt nem tetted össze az egyéb konyhai maradékokkal, mert az ugye az papír alapú, nem? Az nem újra feldolgozható, az nem... Aha, tehát az nem dolgozható fel, nem. Akkor az megy a többi közé, a igen, nedves az közé. Majd lebomlik valamikor valahol. Aha. A papír, a fém, az üveg, a műanyag, kézzel és géppel is szét lehet válogatni, ez ugye ez a száraz szemét. Így van. Van, ahol géppel válogatják, van, ahol kézzel válogatják. Na de? Na, a nedves, azt pedig mondom. Tehát egy krumpli héj, az például a nedves hulladék? Igen, tehát hogy nyilván itt is azt ajánlják, meg lehet ajánlani, hogyha valaki kertészházban lakik, és megoldhatja, akkor inkább ezeket komposztálja, és aztán forgassa vissza a természetbe, és akkor már eleve nem kell mondjuk szelektíven gyűjtenie, de egyébként, hogyha mondjuk lakótelepen laksz, és nem tudsz komposztálni, érthető okból kifolyólag, akkor az nedvesnek számít. Uh-huh. És akkor külön zacsikba gyűjtöm majd így otthon? Van, mert hogy ezek ilyen szerves lebomló. Aha. Hát nedves hulladéknak szerintem számítom. Eddig is voltak, akik kihívásokkal küzdöttek, ugye? Tehát a papír, meg a műanyag palack, hogy most még ezt a nedves... Igen, ha most ezt a nedveset még behozzák, ahhoz totál káosz. De tényleg. Hogy akkor mit, hova kell most? Ha elázott az újság, akkor az nedves hulladék? Nem. Az például szerintem nem számít nedves hulladék. Az marad ugyanúgy papír. Persze, hát ugye? Eleve ugye az újrafeldolgozás során ezeket ugye nedvesítik, pépesítik, tehát hogy ebből úgy lesz egyébként újra papír, hogy a papírt is benedvesítik. Igen. Szerintem aha. Ez nem probléma. Aha. Tehát vizes újságot, az továbbra is az újságok közé nyomod. Mm. Uh-huh. Jó, tehát akkor ez a száraz nedves gyűjtési rendszer aha. Lesz igazából. Jó, hát akad még ezzel feladat, tanulnivaló, de ez mindenféleképpen érdekes. De egyébként például nálunk ez így történt eddig is, tehát hogy jó, nyilván mi szelektív hulladékgyűjtő udvarokba vittük el az úgynevezett száraz hulladékot. Uh-huh. A műanyagot, a papírt és a konzervdobozokat, üdítőitalos, már ilyen alul üdítőitalos dobozokat, stb. Ez pedig ment a hagyományos kukára. Nedves konyharúa, aki dobom. Konyhai hulladék és nedves. Nedves konyharúa, tesz. Ami van egy krumplihé. Aha. Akkor már szerves is. Na, tessék, ezt old meg, ezt válogass le szelektíven. Nedves konyharú, amivel a krumpli jámozást takarítottam, és felszívtam vele egy kis vizet. Na, ott állok majd fejvakarva, fölhívva, hogy hova dobjam. Nedves papír törlő. Nedves papír törlő. Mit csináljak most vele, mondd meg nekem. Na mindegy. És akkor 2015-től ez mindenhol kötelező lesz, tehát az összes háztartásban? Vagy hogy? Tehát például 10 emeletes házakban, ott hogy tudod majd, ahol ugye beöntöd és lejön a liften, és bemúlik egy bizonyos. Na ez jó akkor, kérdés. Akkor abban marad az öntögetés? És mindenki lesétál a tizedikről, és beledobja 6 különböző kukába? Aha. Ugye a családi ház kirakod, elviszed. Vagy akkor a 10 emeletesekből majd mindenki elviszi? Ahol már volt szelektív rendszerű személygyűjtés ilyen 10 emeletesekben vagy lakótelepi helyeken ott mindig levitték.
Tehát a Ferihegyen is egyébként az van, hogy nálunk, lent a... Nálunk lent van, igen. Na, csak akkor mondom, hogy mi a különbség. A miénk egy viszonylag új építésű társasház, ahol akkora a kukatároló, hogy elfér benne a szelektív. De amit a Balázs mond, a 10 emeletes leöntős, igen. Ott egy akkora izé van az alján, a cső alján, ahova egy nagy kukát... Be tud tolni, igen. Igen, oda nem fog elférni ám a szelektív. Érted? Vagy akkor kirakják minden 10 emeletes elé ezeket a nagy kék színű, fehér színű, sárga színű, ilyen hatalmas nagy... Teljesen jogos a kérdés. Nem is tudok rá válaszolni. Mert abba, azzal nincs baj, hogy ezeket nem tudod ledobni, majd úgyis mész reggel dolgozni, akkor fogod, leviszed és beteszed a megfelelő helyre. De hol lesz a megfelelő hely? Mert hogy a buszon nem fogod elvinni 3 megállót, ugye? És nem fogsz mondjuk reggel leszállni azért a buszról munkába menet, hogy te valahol 3 utcával arrébb letedd a szelektív hulladékodat. Szóval az nehéz ügy. Hát itt jön megint az a kitétel, hogy ahol megoldható. Ahol megoldható. Tehát akkor ha te 10 emeletes vagy, és ott még nem megoldható, akkor az nem baj, hogy te nem. De a 10 emeletesek, mert nem tudom, mikor fogják felszámolni ezeket a sokszor sajnos a környezetük szégyenfoltjának számító, nem azok miatt, az emberek miatt természetesen, akik felfogják, hogy mire való egy szelektív hulladékgyűjtő udvar, hanem mindenki más miatt ilyen ilyen fontnak számító hulladékszigetek eddig is így működtek. Tehát, hogy levitték a 10-ről, aztán szépen oda kivitték. Csak az a baj, hogy ezeket sok helyen nem tartották nagyon tiszteletben. Meg 48 négyzetméteren négy felé gyűjteni a hulladékot, az se egyszerű. Lakótelepi konyha. Igen, tehát hogy... Ugye? Tehát megvan a méret, nyilván minden meg lehet oldani. Aki kitalálta, annak kéne ott élni. Hát akkor nyilván nagy megoldás volt, meg mindenki örült, hogy volt lakás, szükséghelyzet volt. Az a baj, hogy ezeket nem lehet eltüntetni és normálisakat építeni helyette, hanem most tódozzuk, foldozzuk, meg ott amikor a környéken megy a burkolás. Színezed ilyenre, színezed olyanra, igen. Egyfelől igazad van, mert mit tudom, egy sok gyerekes családban azért hihetetlen mennyiségű hulladék termelődik, de azért lehet már kapni ilyen több fakos szemetes kukákat, amiket szekrényeknek a belső oldalára fel lehet szerelni. Tehát, hogy azért megoldható, hogy meg valaki nagyon szeretné, és nagy kifogásokat keres. Ha nagyon okoskodni akarunk, meg nagyon melléd akarok állni, akkor az már ugye ott kezdődik a vásárlásnál. Egyébként, hogy viszel-e 85 nylon zacskót, az előre csomagoltat veszed meg, vagy megveszed azt, ami nincs becsomagolva, a kis kosárral, a karodon, és akkor már nem viszed haza a szemetet, tehát lehetne ezt a sort folytatni. Hát igen, igen, csak a magyar átlagembernek még nem ilyen problémái vannak. Tehát ez már nagyon tudatos, meg annyi minden másra kell gondolnod sokszor, hogy még nem ezt tartod szem előtt, de nyilván ezt már sokan csinálják. Na, ezt csak meg akartam kérdezni, mert kíváncsi voltam, hogy ez most mit jelent egészen pontosan, de 2015-ig még kikupálódunk. Ez még kidobhatod a nedves konyharuádat. Ja, a nedves konyharú és a pisis pelenka, még nem kell nagyon gondolkoznom, hogy hova menjem. Na, egy brit felmérés szerint a középkorú férfiak egyre gyakrabban választanak maguknak nyitható tetejű autót, mert eléri őket a kapuzárási pánik. Robbie Williams is nyilatkozott, hogy ugye 40 év körül van, elérte a kapuzárás, felvaratja a ráncait, eltünteti a tokáját, leszivatja a zsírt, a hasáról, meg a nyakáról, felvaratja a ráncait, mert hogy úgy érzi, hogy elkezdett megöregedni. Ha miért nem diétázik egy sportol? Mert az sokkal macerásabb egyébként, igen. Befekszel egy napra, sícs, hogy megcsinálják, és már mehetsz is haza. Érdekel ez a kapuzárási pánik, hogy ez tulajdonképpen milyen történés zajlik ilyenkor az ember szervezetében. Nyilván egyfajta hormonális változás, amin a pasik elindulnak. De hogy... Köszönjük a kérdés, Feri. Mindjárt átpasszolom, igen, hiszen kinek van kabriója, és ki van 40 fölött. Jó, ki érdeklődik a téma iránt. Ki az, aki még csak érdeklődik, de már azért úgy érzi, hogy egy ilyen oldallánc, veszkó csizma, nyitott tetejű autó. Igen. De nekem ez nem most kezdődött, haló. Szóval tényleg, én már 30 évesen bezártam. Kapuzárási pánik. A kapuzárási pánik az arról szól, hogy egyszer csak egy 50 éves pali, vagy egy 45 éves pali megőrül, és azt érzi, hogy úristen, akkor én még itt lemaradok valamiről. Aha. Nem? Igen. Élted a kis életedet, és valahogy megérint a szele annak, hogy lassan annak vége. Aha. Az életednek, és jönnek más idők, meg aztán jön az elmúlás, és így hirtelen be akarsz pótolni mindent, ami elmaradt. Meg nem biztos, hogy csak a bepótolás, hanem a bizonyítás, hogy még mindig képes vagyok arra, amire képes voltam 10 évvel ezelőtt. Tehát, hogy ezt akarod megmutatni? Még mindig elég jó pasi vagyok, még mindig bírom akár az ágyban, akár az aszfalton, akár a sportpályán, még mindig bírom a terhelést, még mindig felveszem a versenyt a fiatalabbakkal. Nekem ez egyébként bejön. Nekem ez tetszik. Ezért akarsz maratont futni? Hát részben ezért is, de amúgy a maraton most a sokadik. Aha.
Tehát, hogy én egyszerűen csak így szeretem így karban tartani magat, meg bírom azt, hogy a saját korosztályommal is mondjuk így egy kicsit partiban lenni, sőt, egy picit talán lehajrázni őket. A de honnan tudom, hogy nekem kapuzárási pánikom van? Már nem nekem, hanem honnan azt tudja magáról egy férfi, hogy egyszer csak ez most bejött, vagy elkezd úgy viselkedni, és a nő tudja, aki egyébként mondjuk 20 éve vele él, és látja, hogy a férje elkezdett hát máshogy viselkedni. Ezt abból látod, hogy régebben mondjuk csak a kismellű nők jöttek be, vagy csak a nagymellűek, most meg a kis, a közepes és a nagymellű nők is bejönnek. De hát neked ez 20 éve szinte mindegy, tehát és nem vagy kapuzárási pánikkal születtem. Tehát egyfajta halálfélelemmel születtél, nem hogy lemaradsz valamiről, és azóta minden bejön. Tehát akkor érzem majd, hogy kapuzárási pánikom van, ha már a kicsi, a nagy és a közepes mellű nők is tetszenek? Vagy ezt inkább tényleg a nő érzi? Szerintem nincs ilyen összefüggés. Igen, mindig a nő szól. Tehát azok, akik kapuzárási pánikban szenvednek, tehát mi, egyesek, ugye? Hogy nem azt érzed, hogy ezt még meg tudom csinálni, ezt még akarom, ez szerintem belefér. Ez nekem jár. Aha. Az életből. Nyilván mindenki tudja, én is tudom, csak kérdezem, hogy milyen konkrét jelei vannak. Tehát persze a pasi elkezd fiatalabb nőkkel járni, kabriót vesz, hiúbb lesz, sportol, rivalizál. Egy csomó olyan dologgal kezdesz el foglalkozni, például mondjuk a szépészet terén, ahogy mondtad a Robbie Williams-t is, amikkel egy pár évvel ezelőtt még egyáltalán nem foglalkoztál, sőt kicsit meg megmosolyogtad őket. Elkezdted szedegetni a szemöldöködet, a fülszőrödet, ahogy hívják, elkezdett szemránckémmel kenegetni a szarkalábaidat, a szemed alatt lévő táskákat, stb. De ez tök normális, mert nem volt. Igen, tehát fűszőröd... csinálom. Igen, azért mondom, hogy elég nagy rutinod van az elmondás alapján. 20 évesen nem volt fűszőröd, nem lettél hiú. Ja, azt hittem azt, hogy 20 éve még nem volt fűszőr. Nem volt sem divatban. Miféle fura divat. Nem volt, gondoljuk csak Leonid Brezhnevre. Nem, akkor is hiú voltál, 20 évesen is hiú voltál, csak akkor még nem kellett fűszőrt szedni, mert nem volt. Nem kellett kenni a ráncokat, mert nem volt. Aha. Ha valaki hiúbb lesz, az egyből kapuzár? Tehát én holnap veszek egy ránctalanító krémet magamnak, én kapuzárok? Figyelj, ha előzmények akkor... nélküli a dolog, tehát hogyha korábban nem volt rád jellemző, akkor igen. Írjanak már olyan női hallgatóink, akik észrevették a férfiakon azon jeleket, hogy a férje megőrült. Tehát nyilván nem a válás felé sodródott a kapcsolat, csak elkezdett olyan dolgokat csinálni, amiből egy nő arra tud gondolni, hogy kapuzárási pánik van a férjem. Tehát mitől fél egy nő ilyenkor? Először, hogy elkezd csajozni, lecseréli egy fiatalabbra, és lelép. Ugye? Hát sokszor hallunk ilyen történeteket, 50 évesen a pali megőrül, egy utolsó ilyen nagy fellobbanás, elkezd hegyet mászni, meg minden fiatal nőt az ágyába karágban. Én sokkal régebben kezdtem el hegyet mászni, értem a célzást. De te mondtad, egy kapuzárási pánika születét, tehát te felsírtál, és onnantól kezdve attól félsz, hogy egyszer ennek vége lesz. Hogy Juli, neked mennyi idős a párod? Hú, ma bekérdeztem, mi a neve, és mi a neve, és mikor van a születésnapja? 32. Ja, jó. Ő fiatalabb nálam 2 éve. Fiatalabb pasid van. Igen. Hogy na, vagy? De most mi? Hát, mert szereti a zöldet. Szereti a zöldet. Jó, akkor ez rád nem vonatkozik. Hát nem tudom, a Jani azt szerintem el fog kezdeni utazni. De hova, Párkányba, vagy hova? Ahonnan még látja Magyarországot, hogy mi lesz? Egyszerűen csak rájön, hogy a külföld is szép, és elkezd majd külföldre utazni, szerintem a Feriék... Átsétál Komáromból Komáromba, átteszi a lábát, és visszajön? Vagy mi, tehát, hogy mi lesz? Nem, szerintem elkezd világot járni. A Jani? A Jani. Figyelj ide, akkor én combon szúrom magam, egy bőrnépkéssel. Ha Jani elkezd világot látni, akkor ott már nem kapuzárás van, ott már valami vudu átok, vagy nem tudom. A Feri meg rá fogja beszélni a békát, hogy vegyenek be valakit a harmadik. De az nem, az nem jó, illetve az nagyon jó. Igen. Nagyon jó. Nem rossz, nem kezdek ki, hát nem hozod magaddal az azot. Tehát a kapuzárás, mi van, hülye vagy? A kapuzárási pániknál szerintem nem hozod magaddal a nőt. Az életed nem, párját. Ott, valószínű fiatalabb cseréled. Nem, valami változást akarsz. Valami, ami addig működött, és valami, ami addig volt, és ketyegett, az egyszerűen, hogy is mondjam, unalmassá válik, és valamit változtatni akarsz. Hát vagy szerintem. Még többet ugyanabból. Igen. Az is benne van, akkor nem? Két békát. Így még többet ugyanabból a nőben, de nem az van, hogy fiatalabb, tehát hormonálisan azt gondolod, hogy te még föl akarsz szedni egy fiatal nőt, ugyanis a fiatal nő visszacsatolásából érzed. Te még, hogy képes vagy hódítani, hogy te még kell lesz a nőnek, tehát ugyanazt a nőt megszerezni többször, az nyilván 50 évesen nem kihívás. Tehát nem igazán arra gondolok, kapuzárt, hogy két csöcs helyett 4 csöcsöt. Figyelj, én azt gondolom, hogy a legtöbb asszony azért ebben nehezen menne bele, de nyilván van, akinek ez kihívás. Ja, nem a hátára gondolok. Tehát itt arról szól, hogy szerezd meg egy idegent, szerezd meg egy fiatalt, érezd, hogy te még tudsz hódítani, te még kell lesz valakinek, egy másik nőnek, te még izgató vagy, fiatal vagy, ugye? Tehát ez nyilván erről szól. Az vagyok, köszi. Most nem, tehát a feleségedet heti 6 helyett heti 8-szor ágyba vinni, az
önmagában már nem valódi kapuzárás. Tessék? Az, aztán mondjuk 20 év után gyerekek, az le a kalappal. Az komoly meló. Meg szerintem médiaiskolát fogsz alapítani. Média is, akkor zárok majd, az a médiaiskolám lesz. Igen, hogy a fiatal kis hallgató tanunc lányok meg tegye gyere a papához az ötösért. Milyen ötös, kettes? Gyere a papához. Jó, meg lesz a kettes. Nem kanyarodik. Megolajozhatjuk azt. Diploma fíti. Gyere a papához. Aha. Szóval, hogy de mit, hülyén elkezdenek reggel fekvő támaszozni a pasik, és abból látod, hogy éltél valaki a 20 évig föl, hát kell, elmegy vécére vissza, és már azt látod, hogy fekvő támaszozik a szobába, és látod, úristen, mit csinál? Mert eddig nem csinálta. Hát, ha eddig nem csinálta. Ha eddig nem csinálta, nyilván nincs erre gondolok. De nem igen. Lehet azt most, hogy 50 évesen valaki azt mondja, hogy basszus, el hogy nem kell nekem egy elipszis tréner. De a feleségem ért. Nem az enyém viccel. Szereztél egy elipszis tréner? De jól tette, én támogatnak benne. És kábriód van? Záródnak a kapuk? Vagy már mi? Nem, már 5 éve bezárult, hogy most próbálom magam utolérni. Tágulnak a kapuk, vagy mit? Hogy az nem lehet egyébként, hogy egy 50 éves, vagy egy 45 éves azt mondja, hogy szeretnék egy picit másképp élni? De mert eddig érted, működött. Figyelj, azzal kezdtem, jó, hogy nekem ez szimpatikus, érted, nekem ez tetszik. Mert hogy eddig működött a tested, ment, csinálta, figyelj. És azt mondod, hogy kicsit... Igen, tehát honnan tudom, hogy nem csak egy változás, és honnan tudom, hogy a férjem valóban kapuzár. Igen. Mondjuk még nincs szeretője. Csak elkezd mondjuk odafigyelni a testére, jobban kajál, kicsit elkezd edzegetni, mit tudom, eljár spinningelni 50 évesen. De... Na, figyelj, ezzel mondom azt, hogy a kapuzárosi pánik és a kapuzárosi pánik között is, attól függ, hogy milyen formában nyilvánul meg, van különbség. Hogy mekkora kaput akarsz bezárni? Igen, hogyha ha szétrobant egy kapcsolatot, tehát hogyha ha ez a családi rovásodnak, vagy az otthoni érzelmi kapcsolatodnak a rovására megy, az akkor, igazi kapuzárás. Akkor az nem annyira jó. Hát az nyilván, az ha csajozni kezdesz, de amikor elkezd, mint az állat sportolni, vagy hogy elkezdi átformálni a test. De mi van, ha azért sportolsz 50 éves, hogy utána majd sportoltan tudjad lecserélni a feleségedet, érted? Akkor szintén kapuzársz, nem? Mm-hmm. Tehát ha elindul az, hogy én először kigyúrom magam, jó lesz, és akkor ez megtörtént, akkor lelépek, akkor az kapuzárási pánik. De bocsánat, a kapuzárás az mindenképpen egy ilyen másodvirágzás? Szerintem igen. Az utolsó. Nektek, hát neked van még az 50 felé, hát nekem még van egy pár. Lehet, hogy egy ilyen, tehát úgy ott van a nagy krach, és onnantól kezdve épülsz le, de nagyon. De miért? De hogy miért is? Hát nem is az, hogy, de ha nem ott jössz rá, hogy ugyanamellett a mellett, a nő mellett ébredsz föl 20 éve, és igen? Hogy innentől kezdve már... De miért is? Például a nőknél nincs tényleg? Tehát egy nő nem őrül meg 50 éves, hogy ő még akar két csődört? És három fiatal palit például? Tehát ilyenkor dobja fel a harmadikat, és apu nagyon örül. Tehát nyilván ez egy hormonális változás, ami inkább a férfiaknál indul el, tehát hogy ez ugye azokban keresendő, hogy egyszerűen valami megváltozik benned, és még akarsz valamit érezni, mert rád szembesülsz a halálfélelemmel, mit tudom még úgy nem akarsz megöregedni, tehát hogy megcsap ez, de nőnél nincs. A nők biológiájából nem az fakad, hogy náluk ez korábban kellene, hogy jöjjön, tehát 50 év előtt? Szerintem egy gyerekszülés után. Én már kaput zártam. Tehát te bezártad magad, köszönöm szépen, ide. Kulcsot eldobtad, bezártad a lakatot, igen. Mikor reptéren a kapudán engednek át, mert ott van a kis övecske. Ja, most egy csomót beszéltünk arról, hogy amióta megvannak a gyerekek, azóta nem magunkról szól az életünk, hát nem, és nyilván nem is fogunk tudni jó ideig kilépni ebből a körből, de hogy ti viszonylag könnyebben mozogtok. De hát már, ti megengedhetitek magatoknak, hogy kaput zárjatok. Igen, tehát egy pali tud ugye lépni, a nőnek ott marad a gyerek, ha van gyerek, ugye? Hát jó, tehát, hogy jó esélye marad nála. De igen. A kapuzárás az mindig azzal jár, hogy elhagyod a feleséget? Egyébként nem zárnál kaput. Nem, én szerintem... Akkor megvan a vízválasztó, tehát ha maradsz az asszony mellett, de elkezdesz edzeni, sorolhatjuk ezeket, akkor az nem kapuzárás. Az egy lájtosabb kapuzárás. Akkor kapuzárás, ha ott hagyod anyát. Hát szerintem, ha csajozni kezdesz, aha. Igen, 50 évesen, mert megőrülsz még, és akarsz egy utolsó nagy meghúzott 3 évet, az. Mm-hmm. Tehát az a valódi kapuzárás. És ha nyomorultul visszamész, és az a és ha bekopog, igen, senki nem kell. Ha félre megy, az se baj. Hát ha nem próbáltad még adni. Igen. De hogy ez ne ítéljük, ez egy normális időszakasz, nem? Vagy egy normális hát csak változás. Attól, hogy miben nyilvánul meg, hogy meddig megy el az illető. Mert mondom, hogy ha szétrobbant egy családot, ez a fajta pánik, ami eluralkodik az 50-es öregedő férfin, akkor az gáz. Az gáz. De ez a kabriózás, mert ez nekem tehát, hogy azért, mert nincs hajad. Tehát a kabrióban az a lényeg, hogy fújja. Nem, tényleg. Csak nem, tényleg. Itt van, a brit kutatók elmondták, hogy érezni akarják a szelet a hajukban. Azért kabrióznak. Na most, ugye hát
nem tudod érezni. Tehát ahogy fúj a szél, és érzed még, hogy van a hajad. Hát akkor majd kézen állok az autóba, hogy tudjam mit fújni. Jó, de alul is csempel vagy. Mondjuk már ez is igaz. Igen. Hát akkor a... Ja, igen. Az ezredes fog csapkodni ide-oda. De mit akartál mondani, Júli, hogy? Azt, hogy én el tudom képzelni a férjemről, hogy egyszer csak jön neki egy krach, és meghűl. És hogy is mondjam, azt is el tudom képzelni, hogy lesz neki valami kis kibillenése, de én valószínűleg arról nem nagyon fogok tudni. Ő majd ezt így elintézi magában. És mert nem veszed észre, hogy nem kíván? Nem. Tehát, hogy titkon félrelép? Titkon félrelép, és retteltes lelkiismeret furdalása lesz, remélem. És haza fog jönni, de azt nem tudom elképzelni róla, hogy annyira meghűl, hogy ott hagy csapott papot, felrúgja az asztalt, és elmegy a fenébe. És mi van a nőkkel? Tehát nekik pont ellentétesen, ugye megérkezik a klímax, megváltozik a hormon, jön egyfajta feszültség, egyfajta mázsolyk, és a szépen lecseng, tehát amíg a férfiak elindultak, tehát ez egy biológiailag ellentétesen kódolt valami, hogy a nők azt mondják, hogy kezdenek megnyugodni, hormonális változás, klímax, a pasiknál meg egy utolsó löketet ad a hormonális változás. Azért van sok válás, meg két irányba mennek. Tehát a nő megváltozik, a férfi pedig ugye még elindul egy utolsó nagy hullámba. Szerintem félnének a nők a megítéléstől, hogy mit gondolnak róluk. Igen? Aha, tehát én... Tehát most egy nő feláll, azt mondja, hogy ott hagyom a családot, mert én még egyszer virágozni akarok, és én még igen, egyszer ki akarok igen, társadalmilag kevésbé elfogadott, persze. Azt, hogy fogom magam, és ott hagyok mindenkit, ez onnantól kezdve egy skarlátbetű, tehát én ott nem állok meg senki előtt, hogy én ott hagytam a családomat. Remélem nem sértődnek meg a kanok, de hogy én azt gondolom, hogy a hölgyek azok sokkal családcentrikusabbak annál, mint hogy egy ilyen dolgot bevállaljanak. Genetikailag sokkal nagyobb. Felelősségtudatuk az ebben a dologban sokkal nagyobb, persze. És ez valószínűleg ez egy olyan visszatartó erő, ami miatt sem. Most ott van egy 12 éves gyerek, tehát nem kezdesz előként kabriózni, csapatni magad. És elmenni fiatal 20 éves fiúkat felszedni a diszkóba, vagy ha úgy csinálod, nyilván nem robbantod szét a családot, igen. Forró nadrágban verseny biciklizni. Igen, az kicsit fura lenne, igen. Na, mi újság nálatok, Anna? Én túl vagyok a 40-en, tehát ja, picit olyan értelemben, hogy Juli... Nem, tehát, hogy nem, itt nem csak a megcsalásról van szó, hogy nagyon erre fűztetek föl így a csajok szempontjából, vagy akár nálatok is, szerintem a kiéletlen vágyak. Tehát aha. Olyan dolgok, ami mellett elmentél, és mondjuk túl vagy a 40-en, és úgy mondod, hogy te szoktad mondani, hogy B oldal, erősen B oldal. Gyerekek, karcoljátok a B oldalt. Bizony, igen. Így van. Majd és átnézek én is egy 6-8 év múlva, de vágyal. Hát addig Grati, már tudjátok, igen. Hogy az milyen. Nem csak szexben. Majd hasonlítsuk össze majd a kis fecskés fotóinkat egymással. Majd 7 év múlva. Hogy milyen? Igen, mert én mindig ezt szoktam mondani, hogy az emberek saját korához képest kell rendben lennie. De ezt csak fizikálisan mondod, én lelkileg mondom inkább a dolgokat. De én lelkileg soha nem voltam rendben. Ja, értelek! Most már hova edzél? Tehát te mit mondasz, hogy? Én azt mondom, hogy számot kell vetni az embernek magával, és aha. A 40 éves kor után egyébként ez meg is történik, ha akarod, hanem mert számot vetsz, hogy mit tettél eddig, mi van még hátra, B oldalon vagy, és mi az, amit még nagyon szeretnél. És akkor ezt egy picikét, hogy az ember próbálja pótolni. Uh-huh. És ezért indulnak el a palik. És ezért indulnak el a palik. Egy fiatalabb nő. És lecseréled, és elválsz, mert ugye sok helyen ez történik. Igen, a üres fészek szindrómának mondják egyébként, tehát az, hogy kirepülnek a gyerekek, így van, és nem tudsz mit kezdeni az életeddel. És akkor indulnak a problémák a családokba, és azért 45-50 év körül, ugye megszületnek a gyerekek. Hát felnőnek a gyerekek, kirepülnek, ott marad a pár egyedül, lehet, hogy már nem pörgeti őket semmi, és akkor történnek azok a dolgok, hogy számot kell vetni azzal, és akkor hull le a maszk. Így mert van. Ott marad az egyéniséged, ott marad, ami üres a fészek, nem rabol belőle a haragos sikló. És nincs utána már... Más fészket. És ott már nincsen csimbum cirkusz. Ott már nincsen csimbum cirkusz. A valód van, a lelked, amit belepakoltál 40-50 év alatt, az van, és lehult. Mert ott már vannak ráncok, karikák, kihullott a haja, egyebek, és akkor tudod-e... Kicsit talán sarkos ez, de hát... És tudod-e szeretni? Igen, nincsenek már fogaid. Nincsen, lenőttek a körbét, gombás a hajad. Ekcémás a fejből. Ezt szeretem bennetek, csak Pép esett ezzel. Anna, még csak 48 vagyok. Hát, az már akkor teljesen minden. Ez érdekes, már beteg van. Ez a női kapuzárási pánik, nevezzük így, az nem nyilvánulhat meg abban, hogy mondjuk akkor nem kifelé vagy mások felé, hanem a férjed felé próbálsz megváltozni, vagy a férjednek próbálsz megváltozni? Tehát, hogy nem. Például mit, hogy a múltkor megtaláltuk neked ezt a vörös parókát. Igen. Vörös hajad, nem. Na, az nem, de lesz. Jól néztél ki, igen. Lesz, hóvége van, nagyon hóvége van, lesz vörös hajam, esküszöm. Most megmondom az őszintét. Igen, most jó hajad, nem. A vörös hajam volt, igen. Az a jó, vagy nem. De egy picit benne van ez is, de én inkább az van benne szerintem, magamról beszélek, hogy azok a vágyak, ami mellett elmentél, hogy mit tudom én, gyerekkoromban
ha maradjunk a síelésnél, mondjuk, síeltem, én versenyszerűen síeltem, elmaradt, elköltöztem, aztán más irányt vett az életem, gyerek, és mostanában úgy kacérkodok megint azzal, hogy milyen jó lenne, vagy mit barátnő mesélt, hogy szeretne énekelni. Most tudtam meg róla tegnap, hogy egy ilyen kiéletlen vágy benne, ő is 40 éves lesz tavasszal, és hogy hogy elment az élet, hogy nem énekeltem még. Vagy igen, az a fárasztó harán terpesz. Az oboázás fárasztó harán terpesz, nagyon megviseli. A hátamat. De tessék elmenni, akkor sijálni három napot. Hát ki bírja a családod nélkül három napot? Így van. Na ezek, amikre már azt mondod, hogy fogy az időd, és úgy szeretnéd ezeket egy picikét úgy pótolni. De a vörös parókát is tedd fel. Jó. Mert érted, akkor a hétvégén meg se arra lapozgatna bele. Abba megyek el. Na jó, írjanak olyan csajok, akik átérték ezt, jó? Háziasszonyok, nők, akiknek egyszer csak a férje megbolondult, és észrevették a kapuzárás jeleit. Mit csinált? Hogy viselkedett, miben változott meg, lelépett, nem lépett, hazállított egy fiatalabbal, milyen lebukott. Autót vett, mennyiért. Igen, mit adott el a családi ékszerekből, hogy tudjon venni magának egy kábriót. Mi történik egy klasszikus kapuzárásnál? Jó, SMS számunk 06-70-645-00-00, jövünk a hírek után. 3-4-9, múlt egy perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. És mi is arról beszélgetünk itt, hogy ki zárja a legjobban a kapuit most jelen pillanatban. Igen. Hát figyelj, igazából egyelőre kábriója csak a Ferinek van, szóval, de már egy ideje, úgyhogy ezt nem foghatjuk az azonnali kapuzárással, hát de lehet, hogy a Ferin egy ilyen elnyújtott hormonális kapuzárás. Én már 20 éve zárom. Már volt akkor is kábriód? Nem, hanem akartam, csak nem volt rá keret, tudod? És akkor így ezt eltettem magamnak, és most megvalósult a dolog. Akkor az még nem kapuzárás. Hm. Majd a Feri elkezd gyúrni. Nem tudták megmenteni a régi autó tetejét. Leszedik a trabi tetejét. Nem volt elég pénzem arra, hogy egy olyat vegyek, aminek van teteje. Mi az én kapuzárási pár? Ha gyúrni kezdek, szerintem, akkor ha elkezdesz fogyózni, vagy elkezdesz gyúrni, vagy te valami olyat csinálsz, amit 30 éve korábban nem volt rá ismersz. Aha. Igen. Aha. Mit tudom én, megemelsz egy kézisújzót, arrébb teszel valamit. Aranyos vagy azért, de hogy én csináltam ezeket világ életemben. A gyúrást? A gyúrást nem, nyilván nem, mert én azt nem szeretem. Mondjuk én 20 éves, vagy 18 éves koromban körbe bicikliztem Magyarországot. Igen. Tehát, hogy ezek nekem így megvoltak. És elment tőle a kedved, vagy mit? Furcsa, nem, azóta is tart a dolog. Tehát, hogy utána egyébként ugyanúgy szeretek enni egy jó. Az nem baj, hogy szeretsz enni, szerintem neked akkor lesz kapuzárás, hogy te bejössz, és az elkezdesz, mit tudom én, edzőtermeket nézni, és hirtelen azt látom, hogy mit tudom én, te elkezdesz lejárni gyúróteremben. Csókolgatod a bicepszedet, és mit tudom én, ilyen proteinporos lötyökkel jössz majd, hogy elkezdesz ezeket inni. A Feri is hiú egyébként, csak ő másképp hiú. Aha. Tehát, hogy őnál a hiúság az alapvetően az igényes öltözködésben nyilván. Jó, most nem. Most játszunk. Jó, hát ma reggel nem voltál hiú. Nem lehet minden reggel hiú az ember. Feri néha úgy fel tud öltözködni, hogy komolyan mondom, a napra lehet nézni, de ő nem. De most komolyan, tehát, hogy amikor egyszer-egyszer, amikor meglátom a Ferit felöltözködve, és minden olyan műgonddal van rajta, az összes kiegészítő, az ing, a zakó, a nadrág, a csizma, mindenbe van rajta lőve. Hát ez is egyfajta törzsfejlődés a Ferinél, nem egyfajta kapuzárás. Azért hosszú évek vezettek idáig, tehát én még emlékszem azért a Ferinek a barna korzakójára. Megvan. Szerette még a Danubiusban, tehát én még ismertem. A könyökvédős. Úgy ismerte meg a Ferit, hogy a barna korzakos csávó. Azt nem tudom, hogy ezek olyan úgy menők, igen, hogy mint 10 évente kimegy a divatból, és aztán megint visszajön. Előbb-utóbb újra menő lesz. A Ferinél ez nem volt meg soha. A Ferinél ez nem kapuzárás, egy-két éve elkezdett modellkedni. Hát ezzel nincsen semmi. XXL modell, 4XL. Figyelj, most XXL modell vagy, ezzel nincsen baj egyébként, de hát pár éve még azért az a jó barna kor, bárcsony, akkor nem szerződésre, hogy hívják hajt, hát hogy akar lenni a mangalica arca, vagy nem. Akkor van kapuzárosi pánik, ha a pénteki recept naturcsirke lesz salátával. Na igen, naturcsirke salátával, hétvégére elnézél egy gyúrat gyeremre, elmész crossfittezni, tudod, tehát akkor lesz. Nálam nem tudom, mi lesz majd a kapuzárás. Vagy ha lesz egyáltalán ilyen. Pacsa írja Csabit. A Csabi? Abaházi. Csabi kapuzár. Hát a Csabinál mi? Miért? Mert fogyókúrázott meg, mert hát elkezdett sportolni. Most elkezdett, igen. De nekem egyébként most a félértés véget, mondjuk már korábban mondtam, de azért mondom még egyszer, hogy nekem ez a rohadtul bejön. Tehát nekem marhára tetszik az, hogy egy olyan ember, egy olyan férfi, akire korábban nem volt jellemző, hogy mondjuk így lejár a terembe, kimegy futni, odafigyel a kajálásra, odafigyel az öltözködésre, hogy elkezd így átváltozni, mert ezek az igazán megdöbbentő, meg a nagy átváltozások, meg olyanok, amik így hatással vannak az emberre, meg jó példával járnak elő, mert az, akitől mindig ezt látod és megszoktad, hát érted, azért, de hogy
Feri, annyira megnézni lehet leszálkásít. Szarok rá. Nem, az szálkásod nem segít, megy. Inkább edző. De az attól, nem, attól csak egy kilóval leszel könnyebb. Na jó, te hárommal. Nagy test, nagy élvezet. Jó, te attól is ledobsz egy ötöst. De akkor ne csak azért, mert érted, amúgy is mondtuk, hogy akkor elmegyünk és körbetekerjük a Balaton, meg sötétezünk, hogy ezek jók, előbb-utóbb úgyis magatok. Meg egyébként meg úgyis majd hozza maga után, tehát akkor sporthoz többet fogyni fogsz, ennyi. De ahhoz nem kell lefogynom, hogy körbetekerjük a Balatont. Hát nagyon sok SMS van egyébként. Balázs volt tesi tanárja gimiből, aki tapossa az 50-et, a 18 éves osztálytársnőmmel jött össze, már gyermekük is van. Ez a pánik, írja valaki. Emlékszem, hogy ki ő. Igen. Apusom elkezdett rágozni, közölte a szomszédommal, hogy jó a seggem. A szomszédommal, hogy jó a seggem. Ja, a szomszédjának mondta, igen, neki jó. Anyósom elmen nyaralni, apusom hazajött egy nővel. Na, ez kapuzárás, nem? Hmm. 20 éve fiatalabb nő, fiatalos stílus az öltözködésben, exotikus utazás külföldre, család gyerek hátrahagyásával lelépés. Írja Zsóka, hogy szerinte ez a kapuzárás, nyilván saját élmény. Igen. Az én volt férjem mindig kapuzárási pánikban volt, fiatal korában is mindenkit megdöntött, akit csak lehetett. Üdv nektek, Kati! Az én férjem 49 éves, úgy egy éve minden nap üldöz a szerelmével, de szó szerint nagyon büszke magára, hogy aktívabb, mint fiatal korában. De ez jó, mert ezt otthon próbálja kijelni. Tehát ez abszolút ez jó. Gyerekek, azt, hogy nem cserélünk, de felválthatjuk. Például, ha 50 éves és 100 kilós, ebből simán kijön két darab 25 éves és 50 kilós. Így van. Tényleg. Az én feleségem 42 évesen lett szerelmes a fitness edzőjébe. Ezúton köszönöm neki, Zsolt. Tehát ott a csaj lépett le 42 évesen, hát lehet, hogy volt. Igen. Ezt kapuzárásnak hívják? Az én férjem azt mondta, csak lelkitársak vagyunk. Testi társak nem annyira, igen. 42 évesen elkezdtem ejtőernyőzni, csajozni, a nejem szerint ez már kapuzárási pánik. Szerintem viszont nem, elértem mindent, amit akartam, István. Persze, tök mi az, hogy 42 évesen elkezdtem csajozni, és a nejem szerint ez? Tehát a neje azt mondta, hogy ez egy teljesen természetes dolog, és vele maradt, miközben elkezdte csajozni, vagy ez hogy? Hát nem tudom. Lehet, hogy csak így a flörtölést érti alatta. Lehet, hogy megjegyzi, hogy ez is jól néz ki, az is jól néz ki. Ja, úgy. Úgy van ez, mint az autóknál, a nőt is idénként le kell cserélni, hogy nagyobb teljesítményűre és kisebb fogyasztásúra. Igen, Sup írta ezt nekünk, köszönjük szépen. Feri majd akkor megy át kapuzáráson, ha megkóstolja a vizet, írja Robi. Áfúj! Nekem elkezdett a férjem fekvőtámaszozni, meg sígépen futni. Kezdjél el gondolkodni, hogy mi van. Én már nagyon várom ezt a korszakot, csak tudnám, hogy lesz pénzem kabrióra. Így egy hallgató, igen. Van még egy hallgatónk, akinek van története? Az is jó, igen. Juli, hello! Hello, hello! Hello, neked az apukád van változó korban éppen? Igen, nálam egy pár éve tart ez a folyamat, és most már kiélesedett nála eléggé. Na, de mit csinál, vagy milyen jelei voltak? Hát először ugye az, hogy már sokat több ruhát vesz magának, most már nem térünk el a szekrényeiben. Aha, mennyi idős ő? 56, tehát ez a klasszikus kor, igen. Igen. És csajozni is elkezdett? Nem, az nem így, hanem most belefogott abba, hogy na végre, akkor ő házat fog építeni. És elkezdődött a betonozás, alapozás, minden, ugye egyedül nem bírja, ezért pár fiatalabb férfi segít neki, úgymond, ez még nyáron történt. És hát ők is úgy meleg van, 40 fok, félmeztelenül szépen eltolgatják a betont, és hát látta, hogy ők félmeztelenül vannak, fogta, lekapta a pólóját, és elkezdett befeszíteni közben. Nézzétek az izmumalapot. Hát 50, ez a klasszik. Ez a nagyon klasszik. Igen, 58 éves, kicsit a fiatal munkaerővel ott rivalizál. Megpuszi ő is a bicepszét, igen, igen. Igen, közben egy édesanyámékkal át voltunk a szomszédban, hát ezek már idősebb hölgyek, akik a környékünkön laknak, és velük nagyon jobban vagyunk. És szépen elüdítőzünk, nézzük őket, és akkor látványosan apám elkezd oda feszíteni az izmait, domborézik, hogy nézzétek, nem kell fiúk vinnetek, mert nehéz nektek, és felkapta ott szépen a betonnal tele tavicskát, és ugye ott maradt. Belrögzült a háta. Szegény. Akkor nem akart elengedni azért sem azt a tavicskát. Mert bizonyítani akart. Vitte a virtus magával. Nagyon, nagyon. És akkor jól vagy? Nézték a fiúk. Jól vagyok. De azt hiszem, ledőlök egyet. Csináljátok, fiúk. És akkor úgy levonult. És a hölgyeknek egyébként bejött, amikor így feszítgetett, meg így mondtad neki. Láttad, hogy a szomszéd azt, hogy megnyalta a szája. Elismerő pillantások voltak.
Nem, nem dobálták a protkóikat lelkesen. Inkább hát, lefonyáltak. Jó van, köszi, hogy elmondtad, köszi. Szívesen. Ciao, hello. Van egyébként olyan, amikor a hölgyek adják a lálóvat, mert hogy náluk is volt a játszótéren mindig volt egy úriember, aki 40 fölött van, én azt gondolom, és ő például előszeretett el mosta mindig a felső testét. Aha. Ott a játszótéren, annál a kis csapnál, az a kis ivókotán meg most a felső testét? Igen, és hát mint ugye az ízében, mint a Coca-Cola reklámba. De kellemetlen. És anyukák pedig ott ültek, és de azért ez kellemetlen, nem? Tehát ez kicsit ciki. Igen, de oda mész, és akkor ott félbeztelőzed a gyerekeket. Elégedett volt magával, de a hölgyek nagyon értékelték. Mikor betöltöttem a 40-et, megcsináltattam az első tetkómat, két gyerekes anyuka vagyok. Ez már a pánik jele lehet, kérdezi valaki. Az első tetkó. Most a tetkó is pánik, mert akkor nem, nagy bajban vagyok. Tényleg, ezt ki is felejtett. Igen. Én meg előtte vagyok. Az Lányom. Első tetkó előtt. Ja, nem is meséltem, anyám úgy lecseszett. A tetkóért? Persze. Majd elmondom egyszer. Na jó, oké, okay, háros ugrás, játszunk már is egy hallgatónkkal. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggel. Hello, sziasztok. Hello, Fecó. Sziasztok, jó reggelt. Honnan hívsz minket, Fecó? Csóron dolgozunk, srácokkal. Uh-huh. Milyenek a kérdések, Jani? Hú, szerintem könnyebb, mint bármi volt, ami szerintem akkor sem volt nehéz, de szerintem hasítani fogtok. Jó. Ugrunk neki akkor. Hányan játszotok? Hát itt vagyunk most négyen, mert még kint hallgatják a kocsiba hárman. Ja, hogy próbáljanak segíteni. Mit csináltok? Igen. Mivel foglalkoztak? Lambériázunk egy családi házban. Lambéria. Ilyen fa munkákat, asztalos munkákat végzünk. Falambéria? Igen. Ó, de jó az. Annyira bírom. A padlótól plafonig verzió most. Uh-huh. Már ez a félig, ugye ez a 100 centig, ez már nem megy, nem? Hogy padlótól 100 centig. Szokták úgy is kérni, igen? Csak most divatosabb lett megint ez a padlótól falig. Nagyon jó egyébként, nagyon meleggé otthonossá teszi a lakást a fa. Igen. Meg hát sokan panaszkodtak rá, hogy berohad mögé, meg minden, de gyönyörűen le van kezelve a felület, úgyhogy csak földobjuk, aztán nem. Na jó van. Így szól az első kérdés dedikált egérrel áttétre. Melyik tudományág foglalkozik mérgekkel, mérgezésekkel? Toxikológia. Így van. Toxikológia. Oké, mehetünk tovább? Persze, próbáljuk meg. Jön a második kérdés dedikált miért? Ja, nem, a szatyrot nem dedikáljuk, csak azt nem. Igen, azt nem. Melyik csatában látták utoljára Petőfi Sándort? Hát a szabadságharcban. Melyik csatában? Tehát... Sátok, melyik volt az a város? Júj, de jó, már nyomon vagyunk. Mérgesek lesztek. Senki? Mondjuk már valamit. Csöndben voltak a fiúk, igen. Város. Segesvári. Segesvári, igen. Látod? Bocsánat. Tudtad. Pár. Igen. Hát ott szaladt, hogy ott meghalt, ezt nem tudjuk, csak ott rohant. Nem szaladt, hát nem találták meg. Ott szemlélte az eseményeket, többen mondták neki, hogy jó lenne, hogyha egy picit arrébb lépne, mert hogy itt túl sok a kozák, aztán mégsem. De milyen tökös volt, nem? Ő nem lépett arrébb. Igen. Kergették, nem? Azóta egy szemtanú még látta futni valahova? Igen, valamerre, igen. Igen, futni, de hát aztán gyakorlatilag azóta se tudjuk, hogy mi történt vele. Igen. Igyekeztek megtalálni, ugye Barguzinban, aztán hazahoztak helyett egy női csontvázat. Trütko? Nem. Ez is mellé fogás van. Azt hittem a bújj. Na jó, a Fecó, sajnáljuk, nincs ajándékcsom. Hát köszi. Mindegy, azért ültem, hogy játszottam veletek. Hello. Sziasztok. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Egy perc van, pontosan 9 óra, kedd van, ez azt jelenti, hogy Kassa Tibivel folytatjuk a hírek után. 9 óra múlt 12 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri, jó reggelt, hello, itt vagyunk. Trafi a 8-as úton Veszprém határában, Székesfehérvár felől mindkét irányt figyeli. Petyka üzente ezt nekünk, köszönjük szépen. Aztán, hát kevés viszonylag a közlekedésünk, régebbről még tudok szemezgetni, de friss közlekedés igazából nincsen.
Azt írják a hallgatók, hogy lassú haladás az Aquincumnál, az Árpád híd elején, mert ott van valami kis baleset, illetve a Hungária ajtósi sarkon szintén koccanás az Árpád híd felé, a stadionokig áll a dugó. M3-as Miskolcnál szakad a hó, és havaslatyakos az autópálya. Ádám üzente nekünk, Encs térségében szintén intenzíven esik a hó, rossz útviszonyok között lehet autóval közlekedni. Kerepesin befelé Őrs után 3 mikrobusz csattant, ott is alakul a dugó, üzente Fecó. És 60-tól az M3-asig, Hortig egészen pontosan szakad a hó, üzente Boxeres. Fertő, homok és Győr között hó, baleset is jardmentes, mínusz 3 fokban kiválóan lehet haladni. Zomborai úr küldte ezt nekünk, köszönjük szépen, és a Mester utcánál a 4-es villamos ütközött egy kocsival, kibillentette a vasútról, ott állnak a kocsiból, láttam, rendőrség is ott van, ezt Pimasz úr küldte nekünk. Ez a Pimasz úr, az a Pimac úr, ez a... Nem a Gergő? Nem a Gergő. Ja, nem írja alá, nem? Vagy nem írna közlekedés, vagy írna, vagy nem, vagy mindegy. Ő hallgat minket, tudomásom szerint, akár még ő is írhatta. Simán lehet, hogy ő. Igen. Na jó. Igen, a Fejér Oktáviás írt, mondtam. Oké, na, elmondtam minden közlekedések, néztem még, hogy van-e valami friss, de nincs. BKK oldal, csőd, nem van, lehalt, működik, nem működik, mindegy. Figyeljetek, is. Most már egy picit leszoktam róla, mert nem történik. Örülök, én ennek örülök. Na, hogy ne, nincs a 26-os buszok járnak a Pötyi utca meg a Csöpi utca között. Fél. A 4E buszok, amik 3 óránként jön egy. A Pötyi nem és utat. A Csöpi utca lakóinak ez fontos hír. Igen, ezt én értem. Röviden. 11 órája volt az utolsó bejegyzés, de most viszont azt megnézem ebben a pillanatban a kedvedért. Hogy... Nézd meg, és akkor Tibi után elmondod, úgy sincs semmi. Nem, a Csöpi után. Figyelj, Csöpi köz van Balaton lelén. Csöpi utca nincs. Jó. Kérdezi Erika, hogy mi van az év fotópályázatával, az év fája fotópályázatával. Úgy izgulok, kérdezi Erika, de szerintem ezt így lezártátok. Nem, mi nem. Nélkül nem zárunk le semmit. Nem mertük. Persze, térát vártunk. De a szavazás lezárult. Az lezárult. Eredményt nem hirdettünk még. Akkor válasszuk ki a legtöbb lájkot kapott képet, és akkor mondjuk el, hogy ki lett a nyertes, jó? Három elképesztően feltuningolt ajándékcsomag talál majd gazdára. Jó, már itt átküldte a Laci a linket, megnézzük. Jó, kedv van, ez azt jelenti, hogy megjött hozzánk Kassa Tibi. Minden kedden a Hungária és az Üllői Sarkán egy titkos társaság találkozik. Ők a Fantasztikus Négyes. Vezetőjük nem más, mint a páratlan tenor, kinek hangjára lúdbőrözve ébred az ország. Sebastiano Palazzo. Velük tart az olasz konyhai mestere, Ragazzi Ferri. És a nyughatatlan kalandor, aki bejárta az egész világot a 4-es-6-os vonalán. Vadon, Indiana, Jones. És akivel teljes lesz a 4-es fogat. A főnyeremény, a Jolly Joker. A férfi, aki igazán szeret. Ő nem más, mint Tibi for President! Tibi! 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 Kakassa Tibi, kakassa Tibi. Hello, Tibi. Majdnem nem mondtam, hogy annyi egy kicsikét így bele. Belefeledkezett, igen, néha így beleesik. Nem, mert volt itt egy SMS, amit még nem olvastam, és hát elég izgalmas hangzik. 48 éves vagyok, 40-nek nézek ki, nagy gyerekek, férj, és most 30 éves pasival kezdtem, sőt, a barátnőmet is kipróbáltam. Anna. Jó, és kicsit befejben átvizualizáltad a dolgot. Picit így a hátsó sorok közé sodródtál abban a pillanatban. Igen, az utolsó kibé elmaradt egy picit. Hány éves a 48 éves a csaj? Uh-huh. Igen. És a barátnővel is kipróbált, igen. És fiatalabb férj. Viszont gyerekek, mi újság, Tibi? Most lehet röhögni. Tehát azt mondom, hogy ez az igazi lúzerség. Tehát elmenni a 20 fokból a 20 fokba, ott kicsit így nagyon elnyomorultkodni, ott nem napozni, nézni a borulást a szigeten, én vagyok. Tehát elmentem a 20 fokból a 20 fokba. Ja. Pólóba rohangáztatok, majd hazajöttem, hogy na, ki a király, megjöttem, ugye átteleltem, majd olyan hideg, hogy odafagysz a betonra, belerohadsz a kocsitba, tehát figyelj, tehát ez embertelen. De nem baj, legalább Manó is didergette, ahogy láttam igen, a fotót. Igen. Viszont idefelé jött, volt egy baromi jó kis találkozásom, megállt mellettem egy ilyen autó, benne voltak ilyen nagyon jóra való srácok, átintegettek, de sokkal, mikor lesz új albumod, de jó, hogy láttunk, már jobb lesz a napunk, majd ráfűztek, hogy te sokan van egy kis Bécsből lopott szajlink a következő pihenőhelynél, hogyha félreállunk, akkor megmutatjuk. És mi volt? De nem álltam félre, nem vagyok. Félre kellett volna állni? Miért nem észted meg? Tudod, hát párfüm. Hát mondták, hogy most sikerült jókat lopni, és akkor, hogy akkor állj a következő pihenőhelynél, hogyha félre rántjuk, akkor meg is mutatnák, mi a szajré.
Hát jó, hát akkor a következő ilyennél akkor megnézem. Most rájön meg, hogy mi az áru. Abrosz szoktak, ugye késkészletet szoktak. Parfüm. Parfüm, hamis iPhone. Ugye ezek, tényleg, múltkor hamis iPhone-t akartak nekem, nem hittem el. Láttad, hogy hamis. Láttatok már hamis iPhone? Egy az egyben úgy néz ki, lassabb a menürendszere, el tudod húzni, feloldás gomb, az ikonok tök mások, de közben nagyon hasonlít. És annyi, hogy kicsit hátulján... nem értesz hozzá, megveszed. És a hátulján nagyon egy körte van. Tehát, igen, meleharapott valaki. Többen csuma. Egy az egyben méret azonos, nagyon-nagyon kell figyelni, hogy nevedd meg, és azt, hogy 40 ezerért vidd el. Kártya független. Jó, következőre akkor megállok, és valamit alkuszok nektek. Jó, és akkor veszek mindenkinek valamilyen ilyen megállós kis szajrét. Viszont nem is akarom ezzel húzni az időt, mert egy új sztár születik, gyerekek. No. Ez még nem a téma fölvezetés. Szeretnék nektek bemutatni egy új csillagot, hogyha nincsen még rajongói oldala, én megcsinálom neki, új csillag született. Volt egy bejelentkezés, egy hóhelyzettel kapcsolatos bejelentkezés a televízióban. Azt hiszem, gratulálnunk kell, mert... Én már megszülettem, nem. Köszönöm, hanem az urat úgy hívják, hogy Péter Árpád. Uh-huh. Péter Árpád az internet új sztárja, azt gondolom, és... Hát, az alai hóhelyzet? Az alai hóhelyzetről nyilatkozik Péter Árpád, nézzétek meg, hogy mit csinál. Várj meg, több van már belőle, igazából. Ugyanaz, az első. Téliás útviszonyokra számítaniuk. Zalaegerszegen van tudósítónk, Péter Árpád. Szervusz, mi a helyzet a Dunántúl nyugati és déli részén? Nem hallja. Kamion. Péter Árpád. Ő az, a rutinus műsorvezető vagy a helyzetet. Más. Ennyi. Így sikerült. Mondjuk el, hogy miről szól aztán. Péter Árpád ugye nem hallja nyilván, benne van a fülében a fülmonitor, de nem hallja, hogy megszólítják, mozdulatlanul hót pozícióban beágyazza magát a télikapátjába, áldogál az út szélén. Kis ködmönyében a fejébe húzott kis sapkával, úgy, hogy közben a hófúvás a jobb oldalát behavaszta. Tehát látszik, hogy ő már nyomorult, várja negyed órája, hogy megszólítsák a rohadmányos nem tudom, vonalakon keresztül, áll az egyik oldal behavazódva. És közben és ugye a stúdióban ülő műsorvezető pedig oldja a helyzetet, hogy 30 másodperc múlva a következőt mondja Péter Árpád. De már Péter Árpád paródia is. Fie, brilliáns. Azt gondolom, hogy ez egy jelenség. Tehát mondom, hogyha Péter Árpádot én innen imádom, hogyha nincs rajongói oldala, én vele vagyok. Tehát azt mondom, ebben a helyzetben nem ő a ludas, tehát azért igen. De ott védjük meg, nem? Félhet, hogy nem volt hó, nem volt mit mondani. Nem? Hát ha olyan kérdést kapsz, amire tudsz válasz, elmondod. Ha nincs hó, hát akkor nem beszélsz. Hát ez jogos. Én itt ilyenkor tökre azt várnám, hogy a műsorvezető azt mondja, hogy a látvány önmagáért beszélt. Péter Árpád, valami, köszönjük. Valami humor legyen benne, nekem is mindig nagyon hiányzik. Nagyon hivatalos, semmit nem reagálja rá. Hát itt poén, igen. Korrektül ráfűzött egyébként, mert azt gondolom, hogy amikor azt mondta 20 másodperc után, hogy Péter Árpád. De legalább egy Árpi, ne csesz már kérdez, szólalj már. Valami legyen már. Árpikám, ne vágjál már megint a szavamba. Hogy egy fél mosoly, vagy ilyesmi. Miért nem oldódik ilyenkor a műsorvezető? Most egy pár héttel ezelőtt volt, az állatkertből jelentkezett be egy stand-up comedy srác egy elefántnak a hátáról. És tök jó arc volt, úgy fejezte be a mondókáját, hogy tökre örül neki, hogy végre a műsorban láthatok egy ekkora állatot és egy elefántot is. És hogy egyébként a műsorvezető, igen. Köszönjük. Gyere, tehát híradósok azért nem az improvizatív képességükről híresek, igen. Tehát lehet, hogy nem is lehet. Igen. Péter Árpád. Van nekik írva. Igen. Hát lehet, hogy hihetetlen ez az Árpi, be nem áll a szája. Na, és most nézzük a belföldi híreinket. Persze. Ráfűzöl egy ilyet, mondasz valamit, kész, már mész is tovább. Persze. Ja, Antonia és István tudnak egymással. Van egy kis improvizálás, igen. Ez jó. Igen. De azért, ahogy ott áll a kis ködmönkéjébe, az egyik oldala behavazódva. Nem? Tehát azért melyik csatorna volt? M1. De te sajnálod Árpit, tehát Árpit azonnal meg is szereted. Ugye, tehát, Árpi az áldozat. Lelocsolja egy teherautó hátulról, te és közben a képben nagyon nyomorultan elsuhan egy kamion mögötte, hogy ott áll, és az egyik oldala pedig úszik a hóban szegénynek, mert olyan régóta várja. Csak mondom, hogy tud beszélni, már hogy nyilván tud, de hogy igen, Péter Árpád vehette át Zala megye sajtódíját, van egy 1-20-as anyagról a kettő linkkel alatta, úgyhogy azért Árpi oda tette magát. Valószínűleg ott egyébként Mayer. Igen, ja. Igen, csak itt egy picit, hát megpihent. Jó, hát de akkor mögöttem vagy, tehát Péter Árpád for president? Nagyon szeretjük Péter Árpádot. Igen, azt gondolom, hogy én remélem, hogy azért ő ennek ez egy nagy kiugrási lehetőség most. Nála sokat mondom, a jelentőség teljesen állni senki nem tud és nézni. Ahogy ő ott állt, az jellemezte a hóhelyzet. Látni kell, mert egy fazon tényleg. Tehát, hogy azonnal sajnálni kezded, és beküldöd egy melegedőbe. Hadd menjen egy odaadra. Hadd menjen egy meleg helyre, gyerekekbe megfagyod. Tehát a videó megosztón beütik az emberek, hogy Péter Árpád, akkor szerethetik, imádhatják velünk együtt. De nem Péter Árpád és a kemény hóhelyzet az, ami ma böki a csőröm.
ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassatibi. 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 Jó, és esetleg valami más? Nem Kassatibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassatibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Péter Árpád. Péter Árpád. Péter Árpád. Péter Árpád. Megyünk tovább. Igen. Hogy vagytok ezzel, amikor ilyen szerelmesek kimennek az erdőbe, és a gyönyörű, nem tudom, 100 éves fárnak az oldalába egy ilyen kulcssal beleküldik, aha, hogy Love Juli. Amikor egy ilyen Rambó késsel belevésnek egy ilyen, hogy hívják, ekkora szívet. Mert nagyon szeretik egymást. Romantika, nem? Hogy vagytok ezzel? Ez még belefér? Tehát amikor kimegy, nem tudom, fölmegy a Mátrába, azt belekaristolja ott egy ilyen masszív, ilyen méteres nagy ízét, Love Mari. Semmi bajom vele. Kamázod? Nem tudom rajta fölhúzni magam, tehát nem haladja meg az inger küszöbömet. Szeretik egymást, belevésték. Nem, nincs ez. Ezt kamázzátok. De nem, hát nekem nincs. Ezzel nincs, hát, ezzel nincs bajom. Jani biztos, hogy ellene van. Semmi bajom ez a fának. De nem ez a... Természetkárosítás. De nem ez a böki a csőrmet. Ne legyetek már ilyen pókhálósok. Természetkárosítás, gazdasági kár, 50 000 forint. Nem. Két szerelmes belevésére. Jó, de nem ez a böki a csőrmet. Nem rászenteskedünk, nem. Hanem ennek egy következő verzió, amit abszolút nem értek. Már mondom, hogy te a fárakaristolgatástól sem vagyok nagyon ugye elájulva. Hát hiszen de sokat túrázol. Hiszen én azért persze, mert amikor felveszem a túrabakancsot, azt nézem, hogy jó. Igen. De ilyet láthatsz a Lánchídon is. Igen, de... Mindig leteszed a korvettet dobogó körül, nem mondom azért neki. Ledobom a tetőt, hogy láthassam a fájlokat. Nem, de ami ettől szerintem, ami az abszolút műfaj legalja, az a WC-be való falfirkálgatás. Hogy még a mai napig is van az, hogy ott van a gyönyörű új budit, megcsinálják, nem tudom, a izében, nem tudom, valami plázában, tehát olyan, hogy bemennél, meg tudnál reggelizni a kövén, és bemegy a paraszt. Hát jó, itt vágyak. Hányszor reggeliztem budi kövön. De nem az. És bemegy a paraszt, és elkezd is teleírkálják. Nem nézitek, hogy mik vannak fölírva? Én a nagyon bírom, az a ne légy nagyképű, állj közelebb, tehát én azt nagyon szeretem. Én azon mindig röhögök, mosolyogok egyet, jó, oké, vettem, és közelebb állok, tudod? Az telefonszámok, itt lesz egy csütörtök 4 óra, tudod, ezért itt találkozunk, nem tudom. Tehát ezt én kitolásból nyomnak ilyen havernak, a számát kiírja, és itt leszek 2-kor hívjál, hát, hogyha egy kis férfi ölelésre vágysz meg, ezek tudod meg. Mint a Dumb és Dumber, és nyílik a WC ajtót, és azonnal kijön. Ott van zsilett, és belép zsilett, és nagyon meg. Nem kérek zsilettet, hogy olvasd, meg nem elolvasom, röhögök 2-t. Most odaírsz, szoktál szok visszaüzenni? Nem, nyilván, igen, 40 évesen WC budikra firkálok, igen, meg van nálam egy kis prébe folyom. Ez nincs, de bemegyek egy budiba, és ott az ember pisil egyet, és közben lát két feliratot, tudsz egyet röhögni. De ott egyébként lehet, ott nem lehet ugyanúgy rajongótábort építeni, hogy föl firkálok valamit, hogy itt a weboldalam lájkolni. Simán, mert ott nagyon sok ilyen olyan WC van, ilyen belvárosi budi, ahol tudsz így üzeneteket küldözgetni. Nem, tehát például a graffiti, amikor vonatokat, vagy hív aluljárót, vagy a Margit hidat átadták 2 nap múlva, összefújták azt, azon igen. Az. De golyóstollal a budi firkálás az rendben van? Bírjátok? Figyelj, semmi. Az legalább... zavar, érted, hogy elmegyek valószínűleg azt lehet, hogy a kastélyt a Kompolti család Józsi Mari forever, érted? És akkor, hogy ilyen irgalmatlan nagy szív, filctollal, érted, alkoholos filccel, tehát, hogy érted meg, amikor egy tényleg egy műemléknek az oldalába bele van vésen, minek? Meg a Lánchíd, nézd meg, hogy néz ki. Rámentek egy picit izével, rázossal? De hol ott az oroszlán alatt? Mindenhol, hát fújva mindenhova az egész Lánchíd. Mert az azért teszed oda, mert ott, hogy ezt nem bontják le. Akarsz valami maradandót? Az utókornak. Mi világörökség lettünk, mi. A tenger. Jó. A WC budi nem. A WC budi nem. Ez valahogy. Hogy valahogy a falát összefirkálja golyóstollal a birka. Hát ez lehet, hogy én vagyok olyan nagyon... Öregszel. Nem, öregszel. Sokat voltam a napon. Sokat megokosodtam már megint a napon. Igen, fura ez. Kamuszám volt, mi? Nem, az a... Rácsörögtél, tessék, igen. Béla. Megcsörögtél. Nem, mert oda mentem 2 órára, és nem jött senki, érted? Ott voltam beolajozva. Senki nem jutott be. Nem nyílt a WC ajtó? Rohadt nagy csalódás volt. Figyeljetek, rohadt rossz előérzetem van az ítélet előtt. Hát annyira nem idegesít, hogy erre egyáltalán nem tudok mit adni. Rohadt rossz előérzetem van. Egyes szintű, abszolút indokolatlan csörbökés. Ma egy kicsit korábban elmehetsz, holnap már nem kell jönnöd.
nem tudok más ítéletet hozni. Rohadt, ja, ha ezzel húzod magad, akkor a te életed a nyomod. Rohadt rossz, nem rossz, igen, rohadt rossz előérzetem volt, ezt éreztem. Gondolom, hogy ez vannak dolgok, amiket egyszerűen el kell engedni. Tehát, hogy ilyen hülyeségen tudod felhúzni magad, akkor még számos más dolgon, amivel a saját életedet rövidíted meg, ez egy olyan dolog, amit ez simán engedte. Akkor a toll radírt vegyem ki a zsebemből, és nem, pisilés közben ne radírozgassam a falat. A szagos radírt ne vigye magad a fiú budiba. De itt várj, hallok valamit. Péter Árpád. Péter Árpád havat jelent, igen. Péter Árpád havat jelent. Jó, ne haragudj, nem tudtam megadni. Szóval nem örülök, de volt egy ilyen rossz előérzetem már, amikor az arcodat néztem, ahogy az egészet vezettem föl, éreztem, hogy majd kicsit korábban elmentek, holnap már nem kell. Nem tudtam megadni. Tibi, most. Viszont kitaláltam meg, hogy miből tudunk nagyon csúnyán meggazdagodni. Na, ezt viszont szeretem. Na, jöhet. Figyeljetek, egy új iparágban fejlődőben, ami alapvetően arra épül, ugye a csapodásságra, amit egy kicsit ti is felvezettek, hogy mindenki megcsal mindenkit, és ekkor egy nagyon frankó kis iparág épült. Mikor Bankóba kimentem a reptér mellett, egy olyan hotelba szálltam meg, először nem volt gyanús, csak az, hogy mindenkinek egy ilyen kis szívecskés pólója van, és ilyen kupidó lövöldöz mindenkinek a céges ruháján. Majd lenéztem, és egy olyan szállodában laktunk, aminek az alsó része olyan volt, hogy a kocsival egy ilyen kis elkülönített, befüggönyzött fakokba tudtál beparkolni, és onnan már eleve egy ilyen kis szerelmi fészekbe mentél be, úgyhogy tehát nem kellett kiszállnod emberek előtt, és ott egy ilyen lefüggönyzött parkolóba bementél, onnan te kulcssal szépen mentél be, és ott egy ilyen kis jacuzzi is egy szoba volt, ahol ott meg lehetett a kis pásztorolás. Tehát kocsival állsz be valakivel, és nem látja senki, hogy kiszáll ki a kocsiból? Olyan, úgy képzeld el, mint egy ilyen nagy, ilyen őrzött parkoló lenne így fakonként, csak az őrzött parkoló, ami le van függönyözve, az automatikusan már egy ilyen szerelmi fészekbe, egy ilyen 30 négyzetméteres kis oduba nyílik, ahol ott van tévé, jacuzzi, egy nagy ágy, tükrök, ez jó, minden. Ez jól ki van találva. Ez és, jó. És közben annyi diszkréten ott kinyújt, azt nem tudom, ott egy 200 batot ott a izének a csávon, de senki nem nézi, kivel jössz, senki nem nézi, kivel mész. Okosság? Ez nagyon nagy ötlet. Ilyet erről még nem is hallottam. Ez nagy ötlet. Mondja a csajom, hogy tudod, elézégetünk, ott már úgy értem, hogy te nézzél, újra mondom, tehát ott lazulok, nem tudom, és mondja, hogy te figyelj, nézd már, te látod, mi van, lesétáltam, és ott szépen parkolgatnak be a kocsik, és engem nagyon terelgettek is ki, hogy mentem be fotózni, és mondták, hogy takarodjál már innen, ez nem erről szól, és szépen jöttek, az látszott komoly kocsikkal. És beállsz ilyen kis garázs fakkokba, amiből kiszállsz, és bemész a szobába? De eleve le van függönyözve, tehát ott már nem látszik, hogy kiszáll ki, és eleve nagyon komoly kocsik jöttek, tehát feltehetőleg, és ki van téve a reptér mellé, tehát egy kicsit az ki is esik. Uh-huh. Frankon lefüggőzött, nem látja senki, és onnan már direkt bemész be a szobába. Uh-huh. Tehát, hogy nem kell találkozni a kíváncsi tekintetekkel, és ott ilyen középvezetők, felsővezetők szép ott bemennek, senki nem kérdez semmit. A kevésbé tájékozott feleségednek azt mondott, hogy hát leteszem a garázsba az autót. Jó? De hogy jön be az áldozat? Ő az ajtó jön be, vagy te magaddal beviszed autóba? Hát viszed kocsival, ott nem nézi a senki, tehát ott nem bámulnak be a kocsival, hogy kivel jössz, leparkoltál, és onnan te majd kimész és lerendezed, de oda senki nem néz be, hogy kivel vagy. Egy fertő. Nem? Fert. Hogy ez a rohadt romlott világ, nem? De hol a kis tájuk azért? Mert Európában érted, ahol tényleg aztán itt mennek a bordélyházak, meg Svájc, meg Németország, hogy ez senkinek nem jut eszébe. Nem a kis tájuk, meg kitalálják ezt, hogy állj be a garázsba, a garázsból meg be a szobába. Diszkréció, minden. És hogy bújtatod a csajt? Lebukik addig? Mert ugye amíg mész a csajjal, ugye hát ott... Hát én általában már ugye eleve lebuktatom, mikor, tehát ha érted, hogy gondolok. Neked ez nálad ez a beszálló. Hájj be, és gyere a papához. Igen, ez az úti költség, hozzájárulás. Persze, így száll be a benzinbe. Írod az útnyilvántartást, igen. Mert ahogy rohadt messze van a szálloda. De nem igaz. Rafkós kis tájok ők. Nyilván erre alapoznak, tehát hogy ott a szexturizmusból élnek, meg szexnegyed van bankokban. Tehát de ezt nem tudja a turista, ez a helyieknek van. De ez a helyieknek van. Ez a bankok. Turistaként, ha kimész, akkor valószínűleg nem viszed anyut, ugye? Tehát tengerbe vizet, mindegy. Kövezetek meg, én a feleségemmel voltam Tájföldön. Hát vannak még hibáim. Vannak még hibáim, én azt nejemben megyek. Hát ne beszéljünk a balekokról. Azt gondoltad, viszed magaddal. Igen, hát vannak még hibáim, sőt jött a gyerek is. Hát persze, van ez így. De ennyit a balekokról. Na, nézzük. Viszont nem igaz, hogy csak a tájok járnak ilyen értem egy lépéssel előttünk. Találtam egy weboldalt, amely búvóhelyek Budapesten. Búvóhelyek Budapesten, búvóhelyek vidéken, az a szlogenjük, ha jól jön egy búvóhely, egy titkos lakás, egy randi hely, egy szerelmi kuckó, akkor jó helyen jársz itt, megtalálod az összes búvóhelyet egy helyen. A búvóhely, ez egy bevett szolgáltatás, persze. Mi? Búvóhely kereső? Nem, hát a búvóhely, az ugye, most beszélek róla, mint a használnám, de senki ne értsük félre, nem erről. Na, a búvóhely az a tolvaj, a búvóhely. Nem, hát ismerem magát a szolgáltatást. Honnan? Nem, olvasott vagyok. Lapulapula. Akkor kapjátok be, hát akkor nem beszélek. Meg egyet. De mi ez a búvóhely? Lakásokat adnak ki emberek. Tehát van mondjuk a 9. kerületben 6 darab lakásod, és ingatlanos emberek azért vásárolnak lakásokat, mert ki tudod adni nem hónapra, hanem órára tudod kiadni. Fölmész,
És fölmész, és egy órára kifizetsz x ezer forintot, a fölmész lakáshirdetése 9. kelet, meg ez tele van. És van valakinek 4-5 ingatlanja, és nem hetibe adja ki, meg havibe adja ki, hanem órára adja ki a lakásokat. De vannak ilyen paraméterek egyébként, tehát itt általában az a fontos, hogy ne legyen olyan, hogy a szomszéd rálát, tehát itt is a diszkrécia fontos, hogy ne legyen, hogy a szomszéd rálát, hogy nem tudom, hogy diszkrét parkolóhely, nem tudom, ne legyen kíváncsi ízé, tehát hogy ezek ilyen kimondottan ilyenek. A tikiglitek ilyen, tehát azt ki lehetne adni egyébként, mert szerintem jókodni. Nálunk egy sarkot el lehetne függönyöt. Mert egyébként nem zavar, hogy ott vagy. Janinál, igen. Bújjál meg Janinál. Gyere, gyorsan, virág éppen most fürdik. Ide gyertek be, gyorsan, de siessetek. Hát most, igen, itt többen vagyunk, itthon egy ezerest elengedek. Mert most, ha úgy veszed, hogy mondjuk valaki reggel szereti, amikor mondjuk én eljövök morning showbot, nálam egy órát elhancúrozhatnának, érted? Hogyha most nem tudom, mennyit fizetnek egy órára, mondjuk kidobnak egy mennyit, egy 5-10 rongy, vagy körülbelül, igen. Hát most az rohadjak meg, azért az pénz. Ez nagyon sokan csinálják, ez fura, azt hiszem ismeritek ezt magát, hogy van az ilyen jó szolgáltatás. Hát nem, de én most már sokan élnek meg, hogy órára adnak ki lakást. Ez a havi kiadás, ez múlik, órás kiadások. Hát Szadán akkor egy új ingatlannal bővült, ha nálam azt csinálnak, amit akarnak. Nézd meg a saját kis vállalkozásodat. De tökéletes. Hát Szadamazoklubot. Te Szadamazoklub. Te mennyire beteg vagy. Szadamazoklub. Szadamazoklub. A tietek alkalmas lenne egyébként ilyen kéglinek? Tehát, hogy ott hát a Balázs a tietet, az helikopterre nem lehet körbe lekülni. Gyerekek, most elmértem, hogy folyamatosan megmartok. Meghúzzuk magunkat hárman egy szerény 1600 négyzetméter. Nem értem, hogy miért kell milyen minden jó reggel ezt meghallgatni. Hogy jönne még oda bárki már? Azért, hogy férne oda be valaki? Hát tudod, milyen nehezen találom meg a gyereket, ha elmegy gyújtkázni? Ezt akartam mondani, hogy a Bennyre nem azért kell GPS karkötőt tenni, hogyha elrabolják, hanem azért, hogyha eltévedne a lakásba. Balázs elmehetik egyszer, persze, útvonal terv. Tervezés. Újra tervezés. Figyelj, mi a lakásunk elvég alkalmas, nem picit nehezen tolerálnám, ha valaki ott nagyon reszelne bent a fürdőszobába, de elvileg kiadható lenne. Egy, okay. Hát nálunk is Janina egy-egy helység, tehát nyilván a lakás nem szívesen. Jó, Jani, de Jani, mi adjuk, nem? Hát figyelj. Hogyha nézhetjük. Pénz. Ha nézhetjük. Hát, érted, kis pénz is pénz. Feri, nálatok le kis reszelésre. A szobába, vagy hol? Most nem úgy, hanem hogyha senki nincs ott. Nincs ott, hogyha alkalmas a kéglin. Hát nem, nálunk végig a belső folyosón mész el a lakásig, mindenki lát körbe, tehát buta. Aha, az nem jó. Az szerintem az nem jó. De egy-egy ezresér, hogy tudják tartani a szájukat, nem? Igen, csak akkor marhasokat kell kérned a pecóért. Jó, egyébként még összegyűjtögettem, hogy mik a legalapabb bukta dolgok, tehát még ennyire bujkálni, hogy mik a legalapabb bukták egyébként, hogyha az ember rossz úton jár. Már szerintetek, hogy érted, ki előtt buksz meg? Nem az, hogy ki a saját előtt bukta, hogy mi kellett a legjobban megbukni. Tehát mik a legalapabb ilyen alapbukták? Tehát szerintem az egyik telefon. Te lépsz félre. Telefon. De most konkrét jelek, de vagy igaz, konkrét igen, bizonyíték? Telefon, bizonyíték. Hát ez első nyilván a telefon és az e-mail. Tehát ha valaki gyanakszik, akkor abban néz bele először, nem? Tehát gondolom én, hogy arra gondolsz, hogy a párod félrelép, akkor megnézed a telefonját, megnézed az e-mailt, megnézed az autóját, és a kabátját. De nem az izé, tehát szerintem a legnagyobb bukta hajszál, nem? Hát igen. A nők egyébként, mint a Petrocelli. Tehát figyel, az olyan, mintha lenne rajtuk egy ilyen hajszálkereső detektor. Tehát minden ismeretlen hajszálat megtalált, és tudja, hogy nem az övé. Hát én honnan tudtam? Tehát érted, mert ez nem, mert hát az nézd, övé. Ha fekete rövid hajad van, azért egy hosszú szőke hajszál, azért azt a legtöbb nő helyre teszi. De miért? Furák ezek a nők megismerik. Furák ezek a nők megismerik, hogy rövid, vörös rövid haj az nem az övé. A hajszál az egy nagyon csúnya bukta. De mi a hajszál? Mi lift vittél valamit? Hát most a Karolina ott ül a te helyeden. Ott, ezzel egyet tudok magyarázni, kösz Feri. Jó, ezek jók? Egy hosszú vörös haj. Miért tudok védeni? A kislány. Hosszú vöröse. Egy hosszú vöröse tudok védeni. Ha most van egy vörös hosszú hajszál a seggeden. Na. Hát beleültél. Hosszú vörös, nem csontom. Hosszú szőke, hogyha mondjuk a Balázs, hogy minden reggel megölöl, akkor van egy rövid barna. Igen. Jó, azért védhető. Feri, akkor van egy ősz, van egy őscsajom is. Hát. Jó. A hajszál szerintem még gyerekek, hát azért az. A hajszál például a kocsiban. Tehát a kabáton azért ott sok ember lift és a munka és a többi. A hajszál a kocsiban, az már melegebb. Az nem? Tehát, hát az azért kapaszkodnod kell. Igen, ott kit vittél. Kit vittél, miért kiült be a kocsiba, igen. Női parfüm a férfin, szintén nagyon. Nagyon csúnya. Nagyon megállsz, nedves, nagyon az megvan, amikor megállsz a benzinkúton nedves törlőkendővel, nagyon...
leviszi. Teljes lemosakodás. És akkor utána meg ilyen bababósi szagod van, akkor meg azzal mész. Tehát, hogy nem tudsz, a másik a parfümből nem tudsz kijönni, nem? Egy ilyen masszív parfüm. Az már azért nehezebb. Ugye? Igen, tehát egy női illatot megérez rajtad, mondjuk. De miért az nem lehet egyébként, hogy igen, reprezentáltam valahol, és ott a marketing igazgatóval, amikor kezet ráztam közelebb. Hát attól, hogy mi a munkád, nyilván, mondjuk egy építkezésen dolgozol, kicsit neccesebb. Megjött az építésvezető felesége. És tehát, megpuszít minden megpuszít, munkást. Igen, az egy picit nehezebb, de ja, az illat az nagy bukó. Tehát az szerintem ott már kapaszkodnod kell. Gumiszagú kéz, gumi ízű száj. Csak hülye. Azt gondolom, hogy megint kicsit tovább mentünk. Egy fokkal tovább mentünk. Jani napot húzott, nem? Igen. Ilyenkor tudjátok, hogy ki tud kihúzni minket a pászból. Péter Árpád. Egy kis csendet kérünk, Péter Árpád. Péter Árpád. Igen. Oké, okay, később. Van egy felmérés egyébként, hogy ezzel zárjam le ezt a témát. Már zárod is? Hát így repül az idő, hogyha jól mulatsz. Hogy vidéken állítólag sokkal több a hűtlen pár. Állítólag vidéken hosszabbak a párkapcsolatok, aha, mint Pesten, viszont több a megcsalás. Na erre varjátok gombot. De ez mitől függ? Hát könnyed fog megoldani? Nem, tehát hogy valami, hogy a hosszabbak a párkapcsolatok, igen, vidéken, mert ugye nyilván ott, ott jobban ugye az ember szégyelli a szakítást, ott jobban ugye együtt maradsz, aha, viszont úgy jobban félrejelsz. Hát lemész a helyi diszkóba, és ott egy kicsit jobban ott megoldani. De pont azt gondolná az ember, hogy belterjesebb egy kicsit a dolog. Nem, most nem nyilván nagyvárosokra gondolok, hanem egy kisebb faluban például azért ott nem. Mindent lát, ugye mindenki megkérdezi. Tehát azért az ott egy viszonylag belterjes dolog, mondjuk Miskolcon, Debrecenben, Pécset nem. Ja. Nem úgy, hogy vidék, meg nem is szeretem ezt a szót, de hogy tehát, hogy nem derül ki. Egy kisebb ne. Falucskában ott azért ott rájársz, a Marira ott azért hamar. Igen, hamar később derül ki, mert később találják meg a testet. Igen. Nem, de pontosan ez, hogy itt lehet, hogy Pesten csak egyszerűen annyiról van szó, hogy ez a bankoki minta, hogy egész egyszerűen jobban meg lehet oldani, nem? Tehát, hogy lehet, hogy nincsen kevesebb megcsalás, csak Pesten se, csak jobban profib a rendszer, érted? Tehát, hogy jobban tudod nyomatni. Még vidéken, érted, most ott félremész, ott rögtön ott, tehát Gizike néni, vagy nem tudom, Bösik, az rögtön lenyomja a drótot, nem? Igen, ott valószínűleg hamarabb kiderül, igen. De azért ez milyen, amikor milyen búvóhely tulaj vagy, nem? És ugye a 6-8 kiadás után úgy este bemész. Mi lehet ott? Tehát ott vagy minden után bemész, és akkor ott kicsit rendet raksz? Hát szerintem inkább a minden. Biztos, hogy a minden. De. Hát meg, de ők olyanok, hogy rendet raknak. Ők maguk után rendet raknak. Átszaladnak egy 40-es rongyal a lakásra. Ágy nem húzás, takarítás, ez tök alap. Figyelj, nagyon nagy. Tehát én megmondom őszintén, hogy én, tehát most akinek szadályai terve van. Jó, nekünk se kicsi, de most mit kérdez? Hogyan ez most ide? Hozzám jöhet. Egyébként csak egy lezárásképpen, csak egy ilyen utolsó izé, hogyha anya félrelépne, vagy egyáltalán ilyen megcsalószító van, akkor ti mibe vagytok ez a nem tudom, nem fáj, vagy inkább tudjam azt, akkor rendezzük le. Ez egy hosszabb fejezet, amit most megnyitottál ezzel, tehát ezt nem tudnám Péter Árpádosan. Egy másodás beszélgetésnek a témája. Ez kb. Egy órások fejtés, tehát ezt röviden nem értem, amit kérdezel, de nagyon-nagyon sok összetevője. Hogy menjen egy szerelmi fészekbe, rendezzel, nyugodjon meg, az jöjjön haza. Hogyha ezen múlna, vagy inkább bukjon a házasság, vagy bukjon a kapcsolat, azt ízért. Ez nem ilyen egyszerű. De. Nagyon sok összetevője. Van egy válasz, már is szólítom. Hubert Ferenc? Péter Árpádot. Ennek sok összetevője van. Jó, tehát, akkor erre most nem fog. Miért félre a nő, mit csinál a pasi, van-e érzelmi viszony, vagy csak megcsalás, te mennyire vagy hibásabb, hogy ő félre ment. Nem, meg kezdek könnyezni bár. Nem az, tehát ez nem ilyen egyszerű. Szerintem például egy nő lép félre, annak szerintem a legtöbb esetben mindig oka van. Tehát, hogy ott azért a Palinak elsősorban magában kell keresni. Mert a nő, és a férfi az smafu, ami lelkünk. Más motiválja a férfit egy félrelépésben, mint egy nőt a félrelépésben. Tehát, hogy egy komoly nő, aki nem fekszik le mindenkivel, eljut oda, hogy félrelépjen, annak előzményei vannak. Az előzményeket magadban kell keresni, hogy mit nem adtál te meg. Tehát egyből elítélni és válni, a sokkal könnyebb, mint egyébként magadban nézni, és hogy miért nem volt boldog a te feleséged. De kérdezhetek valamit? Péter Árpád? Nem, csak hogyha ha vége tehát ez lesz. Egy hosszabb nem téma. Az csak, hogyha vége lesz a megszólalásnak, megtennéd, hogy megölelsz. Hát, nem, ebben nem tudok egy mondatra válaszolni. Tudom, hogy összezavarnak a mélyebb gondolatok, de igen, tehát, hogy nem tudom, hogy ez neked sekélyes, egy picit is hirtelen ingoványos területre megyünk, ha mélyebb gondolatokat. Hülye vagy, az előbb egy percig el is aludtam. Igen, éreztem, hogy kicsit legokkad a fejed. Megfejeltem a mikrofont. Ez egy jó téma, de ez egy hosszabb sztori. Jó, de ne zavarja meg. Még utoljára akkor valakitől szeretnétek elköszönni velem együtt. Hát Péter Árpádot. Péter Árpád. Ott van még egyik, csak egy pillanat, még nem lehet ott a hóból. Az a baj, beszélni. Hogy nem mond semmit, tehát rádióban viszonylag nehezen tudom átadni. Nézzétek meg interneten, mert úgy átjön a figura, itt 30 másodperces csönd lenne. Félve kérdezem meg, hogy az új internetes sztárért, akit hoztam nektek a rengeteg jóért, az indokolatlan csörbökésért, meg a végén... A bankoki szexturizmus. A bankoki szexturizmus, a szadamazó klub. A szadamazó klub, az áru, amit hozok majd nektek, amit alkudozok majd valami pihenőhelyen. Jogos ezért a taps és a sikoly. Meg kellett adni. Nézd még egy kis live is.
Ez is lelkes. Uralkodj magadon, uralkodj magadon. 3:10 lesz, pontosan 5 perc múlva. Jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3:10 van, pontosan. Jó az a Rúzsa Magdida, jó, nem? Jó. Ugye? Eleve Rúzsa Magdit nagyon kedvelem, de... Nekem az eredeti egyen jobban bejön, de ja, igen, ez a remix. Igen, ez egy kicsit igen, Spiggy Boy remix. De jó, ez is nagyon. Spiggy, föl se tűnt Spiggy Boy remix. Boy, miért? Nem hát a Spiggy, Spiggy Boy. Spiggy, miért? Spiggy nem remixelhet? Spiggy Boy. Mi lehet a Spiggy mit Boy? Mit csinál most ebben a pillanatban? Most, most így 3-4-10 után egy percen, mit csinál most Spiggy Boy? Vaxolja a fejbőrét. Ő nagyon ment egy időbe. Igen. De szerintem, volt. De már nem. Vagy igen? Hát vagy minket érdekelnek más típusú zenék. Illetve nem téged, hallottam. Mert engem soha nem. Van még egy Spiggy Boy? Van. Úristen, akkor most megbántottam, hogy már meg, nem. Meg, de nem, nem, nem úgy gondoltam. Nem úgy gondoltam. Spiggy Boy, de ezt hülye behozza a Spiggy Boy telefonszám. Mit csinál most Péter Árpád? Igen, mit csinál most Péter Árpád? Igen. Tehát Spiggy Boy még dolgozik DJ-ként így, hogy Spiggy Boy. Igen? Hát? Hát talán ebben csak nekem van ennyi, nem? Nyugodtan szóljatok, hogy Bali ebben nincs ennyi. Mondjátok nyugodtan, Bali nincs. Szóljatok, hát ne legyetek én elnézőek, szóljatok rám, hogy... Csak most kezdett el érdekel. De nem menjetek bele mindenbe, szóljatok, hogy Bali nincs ebben ennyi, és akkor tovább megyek, hát nyugodtan. Bali nincs ebben ennyi. Tegyetek rendbe, vagy rendre. Utasítsatok rendre. Jó, én vagyok a műveletlen, primitív, unintelligens és informálatlan, de én azt sem tudom, hogy mi van például DJ Sterbinskivel. Micsoda, ő még jár fellépni. Sterbinski még megy fellépni. Már nem annyiért, mint 10 évvel ezelőtt, de Sterbinski van. Még abszolút. Na. 2-3 óra szetteket csinál. Én a bárány... Jó, és mit csinál most DJ Junior? Ja. Vonul. Vonul valahol autokaravánnal virágot venni. Hát ezt tudjuk, hogy ők hetetek. De nem, ő az LL Junior volt, a DJ Junior. Schulz, ja, DJ Sterbinski Junior. Ja. Ugye hát volt a nagy budai... Na, még primitívebb vagyok, mint gondoltam. Hülye vagy. Vagy összekevertek. DJ Junior? Mindegy, nincs ebben ennyi tényleg. Bárányról tudok. A bárány, ebből az érából a báránynak megy még mindig a legjobban. Igen. Tehát a bárány azért komoly bulikat csinál. Igen. Meg hát segített a múltkor, ugye, a Norbinak. 4:10. Csabi, hello, jó reggel. Tolvaj. Na. Ugye? Köszönöm, ez az. Gyerekek, hát ma én voltam a téma áldozat, fogjuk így föl. Tényleg bele, na hát most tényleg bele, egy szemszőlő, hát most. Tényleg? Elítéled te is? Mert itt a srácok, ne, éreztem abszolút, a komolyságát. Abszolút nem, sőt, mi gyermekeimmel úgy megyünk vásárolni. Na, végre valaki. Valamit megkívánnak a boltban, akkor egyik igyák meg, majd én a végén kifizetem. Az a különbség, hogy én nem szoktam elfelejteni. Jó, de csak kiflinél csináltam, és kétszer összesen egyébként mindig bevallom. Egyébként az már előfordult, nem lopok, csak az már előfordult, hogy valami kis apróságot, játékot választottak a gyerekek, és ők nem teszik bele a kosárba, hanem viszik a kezükbe. Igen, a kezébe marad, igen. És aztán ott is maradt. És ez már kint a kocsiban láttuk, hogy hát ez ott van azóta, és a kezébe, és akkor vertük a fejüket a falba, hogy miért hát hoztunk ez a valami nagyobb, így van, egy hűtők. Ez a Transformer bábú 6000-ért tudod, hogy maradt a kezedbe a kutyafáját. Jó, hát most ennyi csibészség már lassan 40 felé kell, hogy egy szemszőlő szem a mélek. Kicsit az illegálisba menni, az mindig, az mindig annyira jól esik, hogy soha nem megegyem, loptam. Ne egyem, vagyok elég bátor, megeszem. Ez ennyi izgalom. Ezért az kell az embernek. Na, hívjuk a naphallgatóját. Morning show. Oh! Yeah. Jó reggelt! Nem írtad alá az SMS-t. Robi. Robi, hello, hol hallgatsz minket, Robi? Éppen úton vagyok, Tiszafürettől Debrecenig. Tiszafüred, Debrecen. Na, ugye azt írtad nekünk itt a áruházi lopásokkal kapcsolatban, hogy egy ember, két szőlő, két deka, 10 ember, 20, más a szőlő, az 2 hektobor, na így lopod a jövedéki tervét. Ennyi. Írtad ezt nekünk SMS-ben. Igen. És ezzel te lettél a nap hallgatója. Köszönjük szépen. Jó, nagyon szépen köszönöm. Küldjük neked az ajándékcsomagot, jó? Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Mit dolgozol? Tovább jó napot, gépkocsi vezető vagyok. Akkor jó utat kívánunk neked. Köszi. Köszönöm. Ciao, hello. Szia. Csabikám, remek zenéit lesznek ma is? Igen, és most nem a legújabbak közül ajánlok egyet, hanem egy tavalyi dal. Volt a Mandelának egy ilyen életrajzi filmje, és az ő tiszteletére, Mandela tiszteletére, meg ehhez a filmhez írta a U2, az Ordinary Love című dalt, és ezt mindannyian nagyon szeretjük, a múltkor a Jani még kérte is a kívánság műsorban, úgyhogy most még egyszer lejátszom. Jó, csak mert jó, így van. Jól van. Csabi jön a kívánságműsorral, 555-55-00, ez a telefonszám, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao.